Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Egy internetes portál összeszedte a 20 legidegesítőbb mondatot, amit egy terhes nőnek szinte 100%-osan fel fognak tenni. És már mindenki elkezdett azon gondolkodni, hogy nyilván mindenkinek van egy-egy olyan mondat az ő életében, amit utál hallani, amit általában megkérdeznek tőle, és gyűlöli, és már felkészül arra a bizonyos kérdésre, hogy ezt úgyse fogom megúszni, ha beteg vagyok, azt, hogy beteg vagy, ha fáradt vagy, akkor bizony nem aludtál, mert hogy mindenkinek vannak utált kérdései, amiket nem akar már századszorra meghallgatni. Nagyon ezzel egyetértünk. Nagyon gyorsan pipáljuk ki az elsőt, a legindokolatlanabbat, a legfrusztrálóbbat, a legértelmetlenebbet. Nem félsz? Hogy igen. Ezt miért kell mindig egy terhesnőnek feltenni, de tényleg, tehát hogy főleg, hogyha ugye az első gyerek előtt áll még, hát, hogy és tűnye, hogy mire számítson. Örül, hogy boldog, hogy megfogant, és igazán nem félsz, rohadjál meg. Ha nem, most kell? Már igen, most már igen, hogy ezt ötötszörre megkérdezik, most már igen. Ugye minden életszakaszban van egy olyan kérdés, amit az ember gyűlöl. Mindenkinek a munkájában szerintem, vagy a munkájával együtt jár egy olyan kérdés, amit 150 egyszerre tesznek fel neki, gyűlöli, és mindig a legnagyobb alázattal próbálja megválaszolni. Vagy mint élethelyzet tényleg a terhesség, amikor is nagyjából tényleg 20-25 kérdésre redukálódik az, amit az ember ilyenkor megkap rokonoktól, családtagoktól, barátoktól, és már a könyöködő jön ki, de mindig megválaszolod, és próbálsz normális lenni. Ugye minden élethelyzetben? Benne van a ki az apja? Az a rossz fej. Vagy? Van barátnőd? Igen, az a rossz fej humorizálás, ez a ki az apja, az szörnyen, de felteszik nőknek egyébként, igen. Tudod-e, hogy ki az apja? Na, nézzük ezeket a kérdéseket, aztán a hallgatóinktól várjuk majd, hogy az ő munkájukhoz kapcsolódva milyen kérdéseket kapnak, vagy egy-egy bizonyos élethelyzetben, ha van az ember, akkor milyen kérdéseket szokott kapni, amit utál, gyűlöl, de mindig megválaszolja. Ugye az első, az internetes portál szerint, ami az egyik legidegesítőbb, a tervezett gyerek vagy becsúszott? Ezt kérdezik. Ez tipikus, egyébként jó a kérdés, nem? Ez a terveztétek vagy becsúszott? Hát, igen. Nem mintha közöd lenne hozzá, egyébként. Igen, ez lenne az első kérdés a között. Igen, de mivel vagy bejjebb, ha tudod? Ez egy rossz indulatú kérdés. Ez az aljaskodásról szól. Ez az. Egy kicsit oda szúrsz, nem? Becsúszott. Terhes vagy tervezett volt, vagy becsúszott. Lúzerek. Igen, becsúszott. Igen. Aztán a lány lesz, fiú lesz, ezt hozták a második helyre, nem baj, majd a második, harmadik lány vagy fiú. Ez egy ismerős dolog. Ugye, hogy van két fiad nálunk, nem baj, majd jön a harmadik, és az biztos lány lesz. Három naponta megkap. A legrosszabb, amikor lány, és akkor azt mondják, hogy nem baj, jó, az is gyerek. A lány is gyerek. Persze. Hülye vagy? Miért ne lenne gyerek? A lány is gyerek. Nálunk ez volt, ugye Panyesz jött először, a lány gyerek, és akkor mondtuk, hogy jó, kislány, milyen szuper, hála Isten, szuper, de ha fiú lenne, az is szuper. Nem baj. Az is gyerek, a lány is gyerek, majd jön a fiú is. Fiú? Lány? És akkor mi van? Nem viszi tovább a bótot? Vagy a nevedet? Vagy kihal a család? Vagy mi van? Gyermek. És akkor még jön az apukára is, lesajnáló meg. Na, ezt se tudod fiút csinálni. ja, igen. Hát, tényleg, ez is megvan. Ez nekünk van, megvolt. Ha nem csinálsz fiút, akkor nem vagy igazi férfi. Tehát az igazi férfi az elsőre fiút csinál. Ha lányod lesz, akkor nem vagy igazi. Nem vagy igazi férfi. Aztán a képzeld XY-nál mi történt a terhesség alatt című mondat, ami igazából nem kérdés, ugye? De a másik rémizgetése, hogy a terhesség és a szülés és rémtörténetek, amiket nyilván valaki terhesen nem akar hallani. Azonnal elkezdik mondani. Benfentes vagy. Olyankor te benfentes vagy, te tudod, hogy mi minden várhat szegény anyukára. Vagy hallottad valakitől azt, hogy hallotta valakiről, hogy. Igen. A szexeltek pocakosan is szintén egy fontos kérdés, amit az ember sokszor megkap a terhes. Ugye, majd én nem tudom, csak hogy állítólag a nőktől ezt megkérdezik, hogy szexeltek-e terhesen? Igen, és alig várod, hogy azt a választ kap, hogy nem. Mert akkor igazolva van, hogy ti sem. Igen. Aztán, ne félj... Ahogy igen. Hadd fogja meg a hasad, szintén ugye nagyon jó, nem kérdés, hát, de ez a hadd fogja meg a hasad. Ezzel megmondom nektek őszintén, én itt a másik oldalon állok, én imádom. Tehát ha olyanba vagyok valakivel... De várj, ez a feleségedről szó, Feri.
Ja, tehát nem az, hogy hozzád oda mennek időként kolbászt, hanem ja, azt mondják, hogy az a hírest, ez az a has, ez az a... Nem, én, akikkel olyan baráti házas hát a barátinál volt. Rendben van, én figyel, de egyébként szerintem nagyon... Egyébként prosztó. Az. Mit fogd? Nem a te gyereked, nem a te hasad, nem közügy, de miért fogdosod? Mert az már a mi hasunk, én kicsit úgy én ez úgy a nagyon megfogom, és akkor elkezdek ott affektálni a hasnak, és akkor oda dugom a fülem, és ott áll a nő, és én kényszerületén néz rán, úristen, annyira privizelben feszesen. Ne, ez nagyon prosz. Miért lenne prosz? Most nyilván, ha jó. A barátod, de miért bújt? Tehát miért bújsz bele egy vadidegen nő hasába? Azt, hogy te bele. Szereted, én értem, de hogy, tehát miért kezded el taperolni, hozzá beszélni, a nem a te hasad, nem a te gyereked? Egy plusz élet fejlődik. De hagyjál már ezzel a plusz élet fejlődik. És akkor már te, és hallja a hangodat. Szerintem ez szörnyű. Tehát amiket kinek próbálták csinálni, én nem féltek, én nem értettem. Igen, megfogod egy kis ügy. Ember, hát meg szép. Se született, hát ott van még bent. Hát ennyi. Állj azért. Föl. Érted, az egy dolog, hogy megkérdezed, hogy van-e régtejet hagyném. Hát már ki, inkább. Látod, ki mire megy rá? Mit van tétje a dolognak? Ez a hülyén lehajolva gügyögök egy mesztelen női hasba bele, és akkor biztos hal, és elénekelnek neki valami. De mesztelen, mondjuk fogod póló rajta. És akkor szépen már mondod ott a kis üzeneteidet az új életnek, érted? Megnyugtató hangon. De mi a köld, felhúzod a pólót, és akkor a köldökébe? Persze, ez a szócső. Semmi gond nem lesz, Sebestyén lettél. Mindenre megvagy. Vagy. Si nem fut majd az életed bele a felkelő napba. Aztán állítólag a nőtől megkérdezésétől minden nő rosszul van, az aranyeret kijött már? Van egy ilyen barátságos kérdés mi is. Mi a válasz rá? Hát ez az, gyere, nézd meg. Na, nem tudom, de akarod, akkor gyere, csekkolni. Igen, de már visszagyömöszöltem. Hát most erre mit mondasz? Nem, átokod, hát a nő, a nőtől megkérdezés, a nőket ezzel a világból ki lehet üldözni. Az aranyered kijött már. Nyugodj meg, senki nem maradt még bent, ugye ez is egy nagy klasszikus. A repülő nem maradt fönn, gyerek nem maradt bent. Igen. Jön majd, amikor jönnie kell, nyugodj meg, egy gyerek sem maradt még bent. Ugye? Hát a szőr felállt a hátamon ettől a mondattal, amikor ezt a Vikinek mindig elmondták. De jön majd, amikor jönnie kell, az a jó, mert ez a nesze semmit fog meg, jól tudod. Ez a majd, amikor jönnie kell, majd, amikor ő úgy gondolja, hogy. Tehát, hogy jó, hát ez pont annyi. Kérde az alapvetés, hát hagyjál, tényleg akkor jön, nem? Olyan, mint hogy nem is mondott volna semmit. Én az aranyelet kijött, már szeretem. Tudom, ezt így bekérdezi, szerintem ehhez kell azért egy és fajta. Úgy szereted leginkább, hogy közben a feleségednek a hasán van a füle, nem? Igen. Aha, igen, mintha rúgott volna. Aranyered kijött már? Nem, nyugodj meg, egy sem maradt még benne. Neked mi volt, Anna? Volt valami? Persze, nekem ugye kapásból az, hogy nem kapkodtátok el, ugye? Hogy nem kapkodtátok nem, el? Nem kapkodtuk el, ugye? Nem kapkodtuk el. De ez mi lesz? Nem értem. 36 voltam. 36 voltam, és nem kapkodtátok el, ugye? Mert hát mi már előtte a Péterrel... Ja, hogy ironizáltak egy kicsit, hogy hát, ugye... Már unalmas volt azért a vége fele, tehát én nem gondolom, hogy 36 éves nő az egy öreg, hogy mondjam, a gyerekvállaláshoz. A másik ilyen kérdés az az, hogy mikor 7. vagy 8. hónapban voltam már, igen, a vége felé, mozog már! Nem mozog. Tényleg? Nem. Mozog már a 8. hónapban? Már. Igen, mozog. És akkor erre minden nap mozog már. Igen, mozog. Hát de most mit kérdezzem? Semmit, jó vagytok-e, érted? Azt például, jó vagytok, köszönöm, jó. És... Na, kinek teszik fel ezt a kérdést? Na. És mindig kétszer csengetsz? Kaptad sokszor? Sokszor kaptad? Igen, a postáskén annyiszor lenne 100 000 forintom, komolyan. Milyen foglalkoz a postáskén? És mindig kétszer? Fú, de rossz. Na, nézzük, mit írnak a hallgatóim. Motoros futár vagyok, és megrendelők rendszerint megkérdezik rémülten a száraz meleg irodában, ha beállítok rongyázó, hogy esik. Hát nem, bémek, beleestem a Dunába. Igen, ez így, nem mindig zuhanyzok Dunába. Kérdés, mivel foglalkozol? Cukráz vagyok. Ó, nem látszik. Egy kövérnek kéne lenni, vagy mi? Ó, nem látszik. Mi nem vagyok 120 kiló, az baj. Tényleg, ez a mivel foglalkozol? Hentes vagyok. Te! Ezzel a súlya. Cukráz vagy, az tök jó, mert amit elrontasz, azt megeheted? Ez is egy tipikus kérdés. Igen. Ja, egyél te éget pogácsát. Aztán orvosnak készülő kedvencem, bírod a vért? És ugye tudod, ha elvégzed, akkor még semmi nem vagy. Imádom, Janka. Írta. Jaj, tényleg.
Az ügyvéd is ugyanez, gondolom. Diplomád, akkor még sehol. Akkor még sehol se tartasz. Igen. Amikor motoroztam és megálltam, valahol jött egy bámészkodó, garantáltan a következő három kérdést tette fel. Az alábbi sorrendben. Hány lóerős? Mennyivel megy? Mennyibe került? Tipikus, laikus kérdés. Mennyivel megy és a hány lóerős? Nagyon jó. Uh-huh. Egy idő után bárki ödött köszönés után már mondtam 170, 280, nagyon sok van. Nagyon jó. És ez még hozzájöhet az, amikor ülsz a motoron, és akkor gondolja valaki, és megkérdezi, tied? Igen. Hát nem. Most lopom. A padok sajnos foglaltak voltak, és akkor gondoltam, ha már elállok motoros ruhába, sisakba, akkor ráülök. Igen, sziasztok, infarktusom napján hívtam a főnökömet, közöljön velem, mi a helyzet. Okos kérdése, ennyi volt csak. Akkor most nem jössz dolgozni? Csöves küldte nekünk. Az esküvő előtt, na a ti eszetek is elment. Nektek se legyen jobb. Adókedvezményre hajtotok? Ezt Anita írta nekünk. Kilépve a munkahelyemről, ismerős a minden áldott alkalommal megkérdezni, dolgozni voltál? Kedvenc kérdés terhesség alatt végig, a 9. hónapban is, és... Várjátok már? Nehogy, gyönyörű. Jó, és várjátok már? Anyukádék is? Párod szülei is? Ők is, bármilyen hihetetlen. Nagyon jó kérdések vannak egyébként. Lefogytál, első kérdés? Beteg vagy? Egyébként abban van valami, mert azért egy nagyon köver embert, ha hirtelen meglátod lefogyva, beesik az arc és öregedik 10 évet, az szerintem vannak nagy átváltozások, mikor valaki lefogy. Ez egy picit dermesztő. Itt kollégákon is azért látom, hogy néha lefogynak, ledobnak egy 20-as, nem találkozol velük, meglátod, és az egy Jézus Isten, baj van? Tudod, hirtelen... nem tudom, lefogy 15 kilót, az olyan egy pillanatra, mint a beteg lenne. Jó, de ki szokta ezt általában kérdezni? Alud, beteg vagy? Jó, hát az is tipikus, igen. Kézbesítő vagyok. Egy nap kb. 80-szor hallom. Van valami? Mi nem van a levélben? Nemleges válasz esetén visszakérdez az ügyfél. Levél se jött? Igen. Mintha az nem tartozna bele a valami kategóriába. És ha jött levél, akkor megkérdezi, hogy és mi van benne? Szakadó esőben bemegyek, megkérdezik, nagyon esik? Néha fárasztóak picit. Mivel nagyok a melleim, tőlem állandóan azt kérdezik 3 perc ismertség után, hogy igaz ilye? Amikor megmondom, hogy igen, akkor jön a folytatás, hogy a hátam és a derekam hogy bírja. És megfoghatom-e? Tudod. Mérhetetlenül prosztó. Már az igazi is szerintem. Tehát átlép egy bizonyos határ, de amikor a hátad... Fura, nem? És a gerincet hogy bírja? Erős picit, igen. Természetesen főleg nők érdeklődnek. Mondjuk nő a nőtől, ezt bátrabban merik megkérdezni. Igen. Hazaérkezéskor nagyon szeretem. Megjöttél? Nem. Nem. Még úton vagyok. Igen. Italnagykénél dolgozom, mint sofőr. Napi több tonna árut pakolunk le kézzel a boltokba, a kocsmákba, amit minden nap legalább egyszer megkérdeznek. Gyúrni már nem kell járni, mi? És a nagy kedvencem, este nem kell ringatni, hogy elaludj. Tőledik, aztán napokon... becsukat ennek a kondi termék. Mi? Jobb napokon 4-5 alkalommal is elmondják, illetve megkérdezik egy nap. Meginni jobb lenne, mint pakolni, mi? Jobb kormányos az autóm. Micsoda? Hát pakolod a szeszt le, és meginni, nálunk étterembe szokott lenni, ott van egy ilyen emberke, aki arra szokott jelni, na, meginni jobb lenne, mint pakolni, mi? Megy tovább, érted, hogy nézik, szegény munkások. Jobb kormányos az autóm, illedelmesen és türelmesen válaszolok a nem furcsa kérdések. Aztán van egy kérdésem, ami egész életemben kísért, a keresztnevem Linda. Minden bemutatkozástól megkapom. Tudsz karatézni? Mennyire unhatod? Nagyon. Mennyire unhatja szegény? Mennyire unhatja? Tudsz karatézni? Nagyon. Ládású tékvánló. Válasz hétköltözés utáni kérdések. Nem félsz, hogy egyedül leszel a gyerekekkel? Ki fogsz jönni anyagilag? Valamint a kedvencem, ennyire rossz volt? Ne, csak gondoltam jó poén, hogy elváljuk külön is. Igen, Ingrid küldte nekünk, igen. Aztán mi leszel, a nagy leszel szakács? Az jó. Enni mindig fognak az emberek. Meg enni azt mindig tudod, lesz, mit neked. Hallod? Te sose leszel éhes, igen. És enni mindig fognak az emberek. Hát persze. Afrikai a férjem. Körülbelül minden második kérdés az embereknek. Tényleg nagy a péniszük? Az? Marian. Na Marian, és? Egyébként azért megírhatnád. Hát de most ugye, na jó, hagyjuk ezeket a buta kérdéseket. Oké, adáson kívül visszaívunk, meg van a számon. Mondd már el, mert állítólag ezek a sztereotípusok. Jó, te erre mit mondasz egyébként, nem? Tehát, hogy azt nem mondtad, hogy nem. Sajnos nem. Hát nyilván azt fogod mondani, hogy igen. De jó nektek. És? Igen. Fáj. Mondjuk tényleg, tételezz az élethelyzetet, hogy jön Marian, nem ismered, bemutatja neked,
a férjét, és ezt azért bekérdezed, ismeretlenül. Vagy a szomszédod, és akkor egy lipbe mentek, és akkor hányas nyomja meg négyes, hármas. Hát de várjál, ha bemutatja neked a férjét, akkor ott is van. Tehát akkor te kérdezed meg. Jó, akkor beszálltok a liftbe. És Marja megy a negyedikre, te a harmadikra. Nem egy személyeskedésnek kumpele, de... kedves Mutó. Kedves rúgat a múgon. Na jó, hagyjuk, neked. Megkezdjük el. Már nem lehet ezzel poénkodni, ezt is félreértik, aztán a holnap valami szörnyűséget írnak rólunk. De nem tényleg, tehát amikor nincs ott, ugye le. hogy kérdezed meg Marjana? Hát, hogy szomszédnak kell lenni, barátnőnek kell lenni, vagy rákérdez erre Marjantól egyébként valaki? Hívjuk már föl Marjant annak a pillanatát, csak tegyük már adásba, Marjant, már bepirosozom neked, jó? Hogy milyen életkörülmény az, amikor Marjantól megkérdezik, barátnő? Vagy ismeretlenül találkozik, bemutatja valakinek. Szeretnék tőled valami kérdezni. A srácot, és ott azonnal bekérdez. Tőled, de nem rólad, hanem beléről. Igen. Marjant tegyük már egy pillanatra adásba. Vegetáriánus vagyok. Amikor valaki épp megtudja. De akkor mit eszel? Hát erről te tojást eszel? Rizibizit és rántott sajtot, semmi más. És tejet? Ez vallás, vagy miért csinálod? Halat eszel? Az nem hús? Igen, ez vallás, minden nap áldozok a kukorica és a csicsóka istenén. Igen, amikor halat eszel, az nem hús. Ne, az kifejezett, az zöldség. Hallod? Az gyümölcs. Hallod? Csak úgy néz, szeme van, de nem hús. Szeme van, pislog, de nem hús. Ha halat, akkor ehetsz, nem? Nem hús. Hello, Marja, jó reggelt. Itt vagy, Marjam? Igen, itt vagyok. Hello. Ugye, ismerősök, barátnők kérdezik, vagy vadidegenül is ezt valaki bekérdezi? Hát ez úgy szokott történni, hogy legtöbbször ugye a gyerekekkel megyek, akikkel látszik, hogy félvérek, és akkor tényleg honnan van az apukáik, mondom, hogy afrikai. Honnan van? És igen, és hű, tényleg megy a farkuk. De állsz a gyerekekkel óvodában, hozod el őket a mókus csoportba. Igen, meg megyek a boltba vásárolni. Óriás. És ezt így valaki bekérdezi, tényleg nagy a farka. És ott áll a 2-3 éves gyereked, vagy nem tudom hány évesek, tényleg? Igen, így halálkom, hogy meg szokták kérdezni, és erre már nekem van egy választom, hogy nem tudom, nekem csak az egy darab van otthon, és az pont jó. És mekkorák a gyerekek? Hát 6,5, 3 éves, most már majdnem 4 lesz, meg 11 hónapos a legkisebb. A 6,5 már lassan magától válaszol erre a kérdésre, nem? Igen. Egyszer láttam. Úgyhogy nem is ismernek ezt, úgy látják, ránézek a gyerekekre, megkérdezik a férjedet, vagy a férjedet kérdezik, a harmadik kérdés ez. Azért igen, körülbelül itt szokott lenni, hogy honnan van, jaj, tényleg fekete, és akkor hű, ha mekkora. Atya úristen. Ez nagyon kemény. Ez nagyon gondoltam, kemény. Hogy visszakérdezek, hogy az ő férjének mekkora van, de nem érdekel. De abból látszik egyébként, hogy őszintén érdekli őket, hogy így levetközik magukra az összes ilyen köntörfalazás, meg tiszteletkör, meg mismásolás. Abszolút. Mert a tudományos érdeklődés győz. Hát igen. És általában nők vagy férfiak kérdezik inkább? Hát inkább a nők. Inkább a nők. Aha. Igen, inkább nők. Gyerekek milyen neműek? Két fiú, egy lány. Ó, és a fiúk, 10 apjuk, mi? Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Láttam például, hol is, nem tudom, szárszom, vagy lelém, kis ajándékok, nem tudom én, búra, benne a kislány, aki korcsolyázik. Jaj, de szép. Havasgöm, meg nem, tehát tényleg megállt az idő a Balatonon. Nagyon jó. 3 centis pici Hitler figura. Jártunk a Balatonon, gondoltam rá. Sok szerettel se. És átadod. Tehát ki az asztalodra is mindig jussak. Nagyon jó. És azért lepődtem meg, mert a Balaton tényleg nagyon retro. Tessék, tehát, nagymama, neked egy kis Hitler, neked nagypapa egy kis Szálasi, mami, neked hoztam egy kis Maót, neked pedig itt van egy kis Frankó. Nem érted. És pont te a Balatonon, ahol aztán a legnagyobb retro dolgokat veszed meg. De jó, a hűtőmágnes jó, a félgömbi jó, még ha korcsolyázó lány is van benne, akkor is jó nyáron. Tehát egy csomó olyan van, ezt miért kellett csinálni? Aha. És a legközelebb majd olyan lesz, hogy üvegbúra és alatt a kis Nagasaki megrázod, és akkor radioaktív hamu. Igen. És úgy volt, mondom a soron, még emlékszem tényleg, hogy a legklasszikusabb, hogy kis vasmacska, hőmérővel, tudod, kis balatoni hajó, kis hűtőmágnes, minden, és egy 30 darab Hitler-figura. Tessék. Egyik barátom, aki ott volt, ő aztán visszamegy lefotózni. Rendesen a ízét csizma. Köszi, Atti. Megjött, aki ott van, ő az. Na? Na most dolgozt föl. Hát figyelj, csak mondom, hogy a karszalag egyébként ott van a karján. Hát szerintem. Nagyon nagy. Szerintem elég kemény. Mondom. És akkor nézzéket, és akkor biztos mondja a cáros. Kézi festés? Kézzel öntött hollomból. Kézzel öntött kézi festés. Ó, Isten.
Na, írjátok meg nekünk, drága hallgatók, ki milyen fura dolgot látott már külföldön. Jó, mi az, amit hoztatok, vettetek, elmentetek mellette, ott volt a legütősebb görög harcos nagy dákóval. Ha lehúztad a sapkát, dőlt az úzó. Mi van? Ja! Tényleg? Igen, az megvan. Horvátországban láttam egy kulcstartót, amin egy szőrös férfi egy tyúkot oralizál. Jaj, elég bizarr volt. Horvát kulcstartó volt. Erre gondoltam, hogy írjatok ilyeneket, de tényleg miket lehet kapni? Különböző országokban. Görögországban évek óta mindenhol lehet látni a fallikus szimbólumot 5-25 cm-es sörnyitó formájában. Megmosolyogtató, ahogy rámarkolnak. Ja, finoman megfogod. Hazaviszed anyunak, sörnyitónak. Svédország cukrászda, korom fekete torta, rajta koponya egy rózsaszín masnival a fej tetején. Azt szerintem vicces, az jó. Joe küldte nekünk. Most jöttünk haza Bulgáriából, ott a bazársorról láttam hímvesző formájú gyertyát. Sötét barna színbe. Kis kanóccal a végén. Aha. Ja, az mint hogyha már ott. Átjön a család, és akkor ott szépen, szépen ég a gyertyát. Milyen, de hát milyen a, meghitt, milyen a, szép. A családi összejöveteleknek a fénypontjai ezek, amikor mondjuk így megkínálják a, mit tudom én, Terikét, aki már, akivel már régen találkoztak, család fordul, megy, és akkor Terike egy cigit megnyomja hátul a kis figurát, és írtan a gatyából elugrik. Elül egy cigit. Igen, azért a mama rágyújt egy kis fallikus, nem tudom, gyertyáról, azért az egy jó kép, nem? Uh-huh. És aztán az jön elő az úzós üveggel. Na most meg ennek húzza le a kupakját. Igen, Bulgáriában minden szuvenírboltban a kis emléktárgyak mellett mindig árultak viperát és sokkolat. Hát, az mondjuk hasznos. Balaton akaratjai, bazár, kishajó, Kroácia tábla. Zseni. Ez mire szól, ha már nincs pénzed, vagy nem jutsz el, vagy a családodat csak mondjuk Balaton akaratjára tudod vinni, nem mint a Horvátország jobb lenne, akkor ott vedd meg azért, hogy ott voltál. Külföldön voltunk, srácok. Hazudj a rokonoknak egy Kroácia táblával? Attila, Attila küldte nekünk. Remélem, a horvátoknál lehet kapni akaratja feliratot is. Balcsin, vettem egy T-rex jelzőkészüléket. Egy üveg pohár a dobozra ráírva, töltse bele a legfontosabb a védelme. Micsoda? Tehát, hogy pohár, víz, jön a T-rex, remeg a víz. Ja, értem, mint a filmen. Egy üveg van, töltse tele, legfontosabb a védelme. Beletöltöd a pohár vizet, és akkor egy ahogy van. Lép a T-rex jelzi, hogy... Érted, látom. T-rex jelzőkészülék? Ez zseni, ez zsivány és zseni. Sokszor, egyébként Balcsin, abszolút megértem. Így hát ott azért bármikor jöhet egy kószat. Jó, 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 most cinikus vagy, de csak egyszer legyen baj. Ez itt a Best of Morning Show. Arról beszélgettünk tegnap a gyerekkel, hogy olvasgattam a híreket, és mondom, figyelj, jön a hideg. És mondja, Viki, itt is olyan hideg van, nem? Viki nagyon fázos. De hogy van hideg, ne viccelj már, hogy lenne már hideg? És mondja, jéghidegek a radiátorok, de minden, nincs padlófűtés, semmi nem működik a házban. Cipő föl, elemlámpa, felcsatol lámpára, Beni megkapja a kis bukósisakot, ő is fel megkapja a kis elemlámpát a fejére, vonulunk le. Lementetek a négyes tárnába. Színért. Jó szerencsét, Beni. Jó szerencsét, apa. Beni azonnal vette az alkalmat, lehet szerelni. Elindultunk le Mordor bányáiba, vagy Mordor sötét mélyére. És megint nem működik a kazánom. Föl akarom hívni a polgármestert, ahol lakom. Mi ismerem, jóba vagyunk. Hogy jön egy új kazán. Mondjuk, nem vagy kispályás, azért valljuk őszintén. Tehát, hogy érted, elég föntről kezded. Most a szolgáltatót ne is járd végig tényleg egy kazánszerelés, amiért hív föl rögtön a polgármestert. Nem, a kazánszerelőmet hívom, hogy jöjjön. De föl akarom hívni a polgármestert, hogy mi volt ott. De a jegyző az már smafu. Nem, én nem szórakozok. Nem szórakozok, én sem szórakozom. A polgármester, tényleg jobban vagyunk. Fölhívom, és megkérdezem, hogy mi volt ott 50 vagy 100 évvel ezelőtt, nézze meg nekem, kutassa föl a községi könyvtárból, vagy valahol. Én biztos vagyok benne, hogy ott vagy bolondok háza volt azon a részen, vagy temető volt, vagy valami a kórház, ahol ilyen bolondokat ápoltak, és ott maradt a szellem. Nem létezik, hogy itt minden tönkre megy ebben a házban. Egyszerűen olyan, mint egy olyan házban laknék. Ja, és akkor elmentem este sportolni 8-ra, squasholtam egy órát, hogy legalább ne fázzak. Mondom, hogy meg ott van meleg víz. Fáztok, hogy igen, na mondom, akkor én elmentem sportolni, öltözzetek fel, jó? Igen, ott volt meleg víz, tudtam zuhanyozni. Erre hív a Viki, hogy itt vagyok-e a környéken. Hát attól függ szívem, hol vagy te. Igen, mondom, én nem vagyok ott, ne engedve. Hangokat hall a házba. Mit mondanak? Engedj be, te személy, jöttem leolvasni a vízórát. Hol az a fura vélei kancsoló? Engedj be, te gyökér. Hatodszorra vagyok itt vízórát leolvasni, nem érted? Rádúszítom az ellenőröket. Áldozatot kell bemutatnod.
Hát a már... halál komolyan mondom. De még, hogy kakast vágjak vele. Nem ember áldozat, csak az lehet. És mondta Viki, hogy olyan hangokat hallott az alsó szinten, mint a felső szinten tologatnák a szekrényt. Tudod, így vezetek én is egy nagy ködben, megyek éppen a tárt Budaörsön, a hideg levert, mondom, Jézus Istenem, visszafordulok, aztán nem kellett visszafordulnom. Ez így nem fura? Mondom, az egyetlen megoldás az ember áldozat. Ki az, aki szokott hozzátok járni? A Laci. Hát ennyi. Egyébként. Figyelj, én bemutatok bármit, tehát kecskét, kaka, csak mondják meg, hogy kihez kell. Tehát, hogy ez egy indián istenség, valami nem tudom, Vishnu, vagy Ganesha, vagy Shiva, vagy tehát, hogy... Kamerázzátok be. De mit? Ilyen infrakamerával? Így van, mint a paranormális tevékenysége. Tényleg. Hát igen. Lehet, hogy valaki mászkál ott, valaki bolyongott. Egy kazán minimum. Abból a sokból. Igen, elnézést tudom, ki tud engedni? Egy fél éve megszerettem a kazánt. Még mindig én. Sebestyén úr, még mindig én. Sebestyén, egy fél éve itt voltam, én egy ablak szigetelő vagyok, ki tudna engedni, nem támad ki. Hát, kurva, hogy ez a lakás. Ki maga? Én vagyok a rezső, csak nem tudtam azóta borotválkozni, mondjam, mert fürdőszobát se találtam meg, hogy ki engedne végre már, mert hogy május óta már a gyerek azért már sír utána. Igen, megnézni, megmutatja bejárati ajtót. Eddig hat komornyikkal találkoztam, de egyik se tudom beszélni. Is parlagon hever. Igen. Azt írja valaki, hogy Bari, ha a város szélén laksz, akkor ott kórház volt. Nézd már meg, hogy van-e, hogy mit tudom én, szellemírtók, vagy van-e, hogy démonűzés, vagy tértisztítás. Csörögjünk rá Frábátorra, ő biztos, hogy tudom. Vállalja is. Az a baj egyébként, hogyha ha ott lesz... Van egy Frábátó szám? Van. Keltsük fel a Frábátod. Fényolckor már rendel a Frábátó? Meg hát őnek éreznie kell, hogy hívni fogjuk. Megkérdezzük, ez nála mennyi? 20 plusz száfa, vagy 25 plusz száfa? Mennyi egy ilyen tértisztítás? Hát... Mennyit kér most? Számlát? Ad számlát, nem? Áfa. Frábátó és áfa. Kicsőn? Ki? Hát ő egy látó tudja, hogy ki hívja, nem? Persze, már számított. Igen, tessék. Balázs, Morning Show, Frabátó, te vagy? Élő adásban vagyunk. Hello. Hello, sziasztok. Hello. Szevasz. Megkettem, hogy hívni fogtok. Júj, de jó vagy! De nagy duma! Úristen, de nagy duma. Figyelj, mit csinál? Aludtál, vagy fönn voltál, vagy mit csináltál? Hát én dolgozom. Mi dolgozol? Hát én ilyenkor már lassan, ugyanúgy, mint ti. Éppen mit csinálsz? Szerelmi oldás és kötés. Nem, az első melom az jóslás. Jóslás. Figyelj. Valaki nagyon kíváncsi a jövőre ilyenkor a reggel. Na, mondjuk tényleg, fél nyolckor már megy valaki jósoltatni, az tényleg jó kíváncsi. Hát, bármikor, tehát utána kell menni ilyen munkába. Na, meséljetek, mi van? Ez most annyira flottul tolott, mintha megbeszéltük volna előre, hogy fölhívunk, pedig nem. Igen, annyira hétköz. Na, meséljetek, srácok, ha már irám csörögtetek. Igen. Azért telefonálunk, mert Balázs csúnyája van egy nagyon ronda rontás. Legyen szedni. Le tudnád venni a pálcáddal? Le tudom a pálcámat, de nem én, hanem ajánlok valaki más. Figyelj, hogy hangokat hallunk a lakásban, de ez most tök komoly. És mindig elromlik valami. Tegnap betolt a kazánom, de hogy 5 percenként, és most a Jani megnézte, hogy volt-e valami ott 100 évvel ezelőtt a mi részünkön, ahol lakom, de kiderült, hogy csak ilyen gyümölcsös. De hogy te nem csinálsz ilyen tértisztítást, vagy valami ilyen rontás levételt? Vagy... Ilyen tértisztítás az megy, csak igazából az, hogy hangot hallasz, az több valamiből adódhat. Hogy nem kapcsolod ki a tévét. Nem vagy, lejárt a mikro. De ezt figyelj, most ha nem hallgattam... elektromos dolgok, igen? Nem hallgattam, és ott az elektromos dolgok romlanak el a lakásba, sorozatba, akkor lehet ez egy olyan energia, ami nem pont szellemvilággal kapcsolatos, szóval nem biztos, hogy egy szellem lakik a lakásban, és az bolyongott, hanem lehet a te kisülésed. Energia, éjszaka alszol, a lélek ugye kimegy a testből, és ezáltal kisüléseket és az elektromos dolgok vonzák ezeket az energiákat, elromlanak. Nekik nagy a nappaliuk, tehát nagy ülések vannak. Sose ültem nagy kisülés. Nagy energiával rendelkezik valaki. Náluk csak a gyerekül kisülésre. Nagy ül. Figyelj, hogy ilyenkor mit kell csinálni? Én arra gondoltam, hogy volt ott egy előző tulaj, aki mit tudom én ott ragadt, szent meggyőződésem, hogy ezzel a házzal valami nem stimmel. Hogyha biztos vagy benne, de ez kell egy szakért, hogy megállapítja, hogy egy előző tulaj, egy lélekragadtot, vagy valami teljesen más. Ha ebből indulunk ki, hogy az előző tulaj, akkor a tulajtól kéne szerezned valamit. Akár egy régi fénykép, most nyásd ki a temetőbe, tehát ez ilyen butaság. De valami személyes, amit tele holdkor egy gyertyánál el kell égetni, és ez igazából nem felszabadítja a lelket, hanem elűzi onnan. Azt, aki a fényképen szerepel, vagy akinek az adott tárgy viszi az energiáját, azt egy ilyen 30 méteres körzetben nem engedi bejönni. Az pont elég, szerintem annál nem nagyobb a házad. Aha. Hát ez egy tök jó ötlet egyébként. A régi tulajtól megvan még az adásvételi, Balázs elége. Igen. Ha te meglátod, tehát ha manifestálódott lelket látsz, tehát amit látsz,
az olyan erős energiával rendelkezik, hogy az a meséje, hogy a fizikai testet elpusztítja igazából a Földön, hogy a lélek őt szolgálja a túlvilágon, ilyen bizonyos kasztok vannak. Aha. Magával ragadt Gabi néni. Hát, magammal vizeg én is. Így van. Gabi nénnek nem lesz könnyű dolga. Megizasztom a vénboszorkányt. Valamit csinálom. Figyelj, ha van valami feszkó, magad elé rántod a babysittert, aztán neki menj. Gabi néni először őt vigye, őt vigye. Jó van, Frábbától, köszönjük jó, szépen neked. Szépen, sziasztok. Mennyi, mennyi, ez most mennyi volt? 20 plusz áfa? Vagy? Kicsit több volt, akkor a reggel. Nálad mennyi? Louis Padrinál tudom, hogy ez 40 plusz áfa, de tudom, hogy te nem vagy annyira. Ez most ingyen volt. Ez most ingyen volt. A furán hosszú volt a telefonszámod. 9-esekre 0-9. Apró betűből ott volt, hogy 480 plusz áfa a hívás, igen. Oké, Frábbától, köszi, jó munkát neked. Oké, sziasztok. Bármit is csinálsz évek óta. Ciao. Köszönjük! Óriási életművész, imádom! Azokat az izmokat nem tudom, találkoztatok-e vele? Én 3 hete láttam valahol. Hát figyelj, te is szellemekkel dolgoznál, te is így kigyúrnád magad. Tudod, hogy be van szarva? Hozzád is annyian mennének vissza, hogy add vissza. Hát érted. Tőled is ennyien akarnak visszakérni a 20 plusz áfát. Frábbától jó arc egyébként. Jó, én nagyon bírom. Van egy hallgatónk is, itt van velünk. Hello, jó reggelt, Józsi! Szerbusz, jó reggelt, Balázs! Hello, itt a Jani meg a Feri is, hello! Hát azt tudni neked elmondani, mert mivel hallom az elejé problémádat, hogy először is már nagyon régóta hallom ezeket a problémákat, ami veled történik, és erre szeretnék neked választ adni, hogy esetleg mivel tudod ezt megoldani. Na. Én ezelőtt 5 éve vásároltam egy házat, és nem hittem a dologban, hogy tényleg ezek a szellemek, ezek a lelkek élnek és mozognak. 5 éven keresztül hallgattam azokat a dolgokat, hogy este, éjfél előtt állandóban minden mozorgás volt, és megjelent valaki. És én nem hittem ebbe, hogy azt mondtam, hogy nem létezik az utcafény, vagy valami fények vannak, és akkor biztos, hogy ez nem így történik az egész. Na most én ezt a házat meghirdettem, és el szerettem volna adni ezelőtt 3,5 hónappal körülbelül, és fölhívtak a telefonszámon, és odajött egy ilyen 40 év körüli hölgy a férjével, és azt mondta nekem, hogy őtet érdekelné ez a ház, a telek, és meg szeretné vásárolni. Igen, igen. Be sem mentünk a lakásba, és akkor azt mondja nekem, hogy esetleg bejöhet és megnézhet, tehát körbenézhet el itt a lakásba. De csak akkor a feltétellel, hogy áruljam el neki, hogy ebben a lakásban meghalt-e valaki, vagy történt-e olyan dolog, mert ha van ilyen eset, akkor ő meg se vásárolja ezt a házat. Hát próbáltam eltagadni, mert hát el szeretném adni. Tehát nem mondtad meg, hogy itt valaki járkál? Nem. Elmentünk a kiskapuba, belépett, és akkor jött egy pár métert, egy 8-10 métert, és akkor azt mondja nekem, hogy ő rosszat érez, azt mondja így, hogy áruljam el neki, és épp, hogy az ajtóhoz értünk, kinyitott az ajtót, és azt mondja, hogy itt meghalt egy 50-55 év közötti ember, azt mondja így, és azt mondja, innentől tovább, azt mondja, nem is érdekli a dolog, azt mondja. Mondom, miért? Tehát mondom, hogy nem halt meg senki se. Azt mondja, nem mondja neki ilyet, azt mondja így, mert ez biztos, hogy így történt, mert azt mondja, látja az arcképét. Sokkal én el voltam ágyulva, és... Sokkal az irányára. Alkudni akart, igen. Nem akart alkudni, Balázs, mert azt mondta, hogy ő neki egy fillérre nem kell ez a ház. Aha. Nem azt mondta, hogy most elkezd belőle alkudozni egy milliót, vagy kettőt, vagy akármennyit. Ő azt mondta, hogy ezt a házat, hogyha ingyen adom neki, akkor se veszi meg. Akkor ő ilyen szellemlátó volt? Tessék? Ez kiderült, hogy akkor ő ilyen szellemlátó? Vagy ért hozzá? Mert hogy ez nem mindennyiunkra jellemző, hogy rögtön szellemeket látunk, főleg nem nappal. Hát szerintem biztosan, hogy volt valami érzései, vagy biztos, hogy lát ilyeneket ő hamarabb, mint az ember. És mikor elváltunk, akkor mondom neked, mondom, figyelj, alkudni, akkor alkudjon, mert én szeretném megszabadulni tőle. Hát mondom, alkudjon, mondom, ezt próbálj megegyezni, mondom, és odaadom olcsóba. És akkor erre mindig mondja, hogy nem, egy büdös. És azóta nem is jelentkezett. Jó, de mi lett a szellemmel végül? De most a szellemmel az lett, van egy barátom, egy ismerősöm, és akkor elkezdem neki ezt mesélni. Na mostan neki van egy pap ismerőse, és mondja nekem, hogy figyelj, vigyük el a papot, azt mondja, hogy elviszem hozzád, azt mondja, és akkor vigyél a templomból a szentelt vizet, azt mondja, Isten. És akkor szenteljétek meg a házat, menjen el a pap, megszentel a házat, a minden, és nem fogod látni. És kijött a pap? És kijött a pap, és 3,5 hónapja most nem lehet látni. Aha, mennyit kér? Semmit.
Semmi? Na, milyen hát rendes pap volt. Hát, nagyon nem, jó, nem is persejezett. Hát nem is volt, nem is járt körbe semmi. Kijött, nagyon rendes ember. Szimpi. És megszentelte a házat? Igen, igen. Elmondott az imákat, papot keresztetett az ajtóra, és ott elmondta dolgokat, és azóta most nem lehet látni. Tehát az, azóta nem is volt. Szabadulni tőle, tehát minden áron. Oké, Gyuszi, köszi, hogy elmondtad. Oké, köszi, csáó, hello, köszi. Hello. Mi van akkor? De neked úgyis ilyen rövid, ilyen kopasz fejed van. Igen, igen, ez így van. Igen. Rövid a fejed? Próbálok meg így átfűzni a gondolatmenetre, igen, igen, ez vagyok én, igen. Ez de vajon mit akar kihozni belőle? Igen, én? Én már tudom, vagyok. Én már érzem. Adunk, rád egy, adunk rád egy barna köntöst. Egy fürdőköpe. Nem tudok papot, nincs papismerősöm. Ja, hogy játszak el egy ilyen Ferences rendi szerzetet? Igen, és szented meg a kazán. Lakok rád a budósportból egy fehér övet. Ki jössz kiszentelt vízzel? Igen. Elmondasz egy miatyánkot, elmondasz egy hiszek egyet, mit szoktak mondani még, nem? Üdvözlj egy Máriát. Valami, nem? És megszenteled a kazánt. In nomine domine gaudamus igitor, blablabla, na, csá. Na, hívtál taxit? Jó, én megcsinálom. Nagyon szíves, de vajon át tudjuk verni a szellemet? Szerintem simán. Figyelj, a Gabi néni valószínűleg jár templomba, nem? Biztos vagyok. Ő tudja, hogy milyen egy pap, de szerintem simán átverhető. Hát ki jössz és elmondod nekem. De átverhető egy szellem? És például a hallgatóktól se kérdeztük meg, hogy például, hogy az ő szelleme az a csoportköröknél is jön, vagy csak az egyenes kiesési rendszernél, vagy esetleg döntőknél úszik be jobbról balra, vagy balról jobbra. De az Üdvözlégy Máriát tudod? Persze. Igen? Idáig, igen. Üdvözlégy Mária. Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a terméhednek gyümölcsei. Jézus, így van. Szűz Mária Istenek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján amen. Így van, így van, most és halálunk óráján amen. Így van, ez a tökéletes szöveg, tényleg így van egyébként. Ezt én is ismerem. Füstölünk van? Van füstölünk? Egy fülgyertyá, vagy valamit van? Milyen Jászmin? Tessék? Csak a nevedet tolítottalak. Mátó Jászmin vagy. Nem rossz Jászmin egyébként. Nem is rossz. Te Mátó Jászmin nem volt kirakott örök közül, de a második alkalom, amikor voltam Jászminnál, már nagyon fincsi volt. Egyébként Natúrt is vállal. Na de János atya. János atya, maga ilyet nem mondtad, ő Mátó János atya. Kijössz és megszenteled a házunkat. Azt akarom, jó, hogy menjen el. Tehát ne legyen ott. Ja, Juli írt egyébként SMS-t. Józsi bácsi jelentkezett Gabi néniért. Most is a budira várok. Most is a budira várok, a 86 éves Józsi már benn van. És szorulása van. A rádiónk, ami totál kontakthibás, a szellemes beszélgetésre bekapcsolt. Ezt írta Júli SMS-ben. Ezt küldte SMS-ben. Ugye Juliéknál ott van az öreg. Az a baj, hogy... Nálunk meg ugye a Gabinén, mondom, hogy a kettőt össze kell Juli hozni. Nem egy műszaki ember, ő kontakthibának érzékel azt is, hogy van rajta egy kapcsolat, el kell fordítani. Honnan tudok papot szerezni? Templomban. Kolostorban, monostorban. Apátságban. Jöjjön el egy pap ma hozzánk. Jó. Jó? Van ilyen, hogy papi szolgálat? Hogy fölhívom, hogy mit tudom én, szeretnék egy papot? Árulnak ilyet a Vaterán? Vagy van ilyen? Hát helyi plébánia hivatal. Üss már le egy papot a Vaterán. De milyen legyen? Katolikus, református? Szelleműző. Szelleműző pap. Szelleműző pap. Az a baj, hogy én elküldetem a szellemet, nekem ezzel nincs bajom. Tudok különböző tértisztítási technikákat, ugye a Prána Nadiba egyébként van ilyen, az ide kevés. De mozog, hagyományos van. Az a baj, hogy a Prána Nadiba szerintem Gabi néni nem lenne. Nem reagálna rá. Egyszerűen, mert hogy ez nem... A nénit megpránázom rajta, ez átmegy. A biztonsági kedvéért szerintem kellene egy református, meg egy katolikus is. Igen. Meg egy anabaptista. És egy mormon. Gabi néni vajon tudja, hogy ő halott? Ja, nem. Nem, szerintem őt teljesen úgy érzi, hogy egy élő ember, te meg beköltöztél a telekre. Igen? Egyébként lehet, hogy ő most papot keres, hogy kiüzzön titeket. Csak nem tud kimenni. Igen, tud kimenni a telekre. Biztos mormonok. Ez egy komoly telekvita akkor. Ez komoly telekvita. Egyelőre mondjuk mi állunk jobban, legalábbis a földhivatalnál a tulajdoni lapon. Na jó, oké. Von de Matteo János, így igen. Vadon Matteo. Mától ez az új neve gyermekem. Vadon Pater. Vadon Matteo János.
Jó, jól szórakozunk ezzel, jól szórakozunk, de nem egy háztartás van, mint hogy az SMS-ekből kiderül, hogy azért ott hangokat hallanak, meg furán elindulnak a turmizgépen. Meg ahol nem jó a kazán, igen. De egyébként szerintem kazán szentelés még nem volt az országban. Azt tudom egyébként, ilyen mindenféle olvasmányokból, meg filmekből, hogy az ördögűzéshez, ahhoz a Vatikán engedélye kell. Igen, tehát többen megértek Jani a kis Démien, igen. Vagy a Vatikánnal fel kell venni a kapcsolatot, de ha mondjuk egy kazáról van szó, akkor nem biztos. Tehát egy kazán szenteléshez nem kell. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Egy holland portál időseket kérdezett meg arról, hogy ha ma lennének fiatalok, mit csinálnának szívesen. Mi a második? És nyilatkoztak holland nénik, holland bácsik, holland nénik, holland bácsik, hogy mit csinálnának ők szívesen. A holland nyugdíjasok. Szerintem sajtfondűt. Tehát ott ültek Amsterdamban egy jó kis kaféshopban a 70 pluszosok, oda mentek, egy hatalmas trombita volt a kezükben. Ugyanezt kicsi. Éppen vásárolták a Magic Mushroomot. Ugye ültek és finoman szívtak, és megkérdezték őket, és nagyon helyesek voltak az idős hollandok, mert elmondták, hogy ők mit csinálnának szívesen. Mit csinálnának szívesen? De a hollandok. Amit. Na mit? Szerintetek. De úgy, hogy ha újra kezdenéd az életed. Tehát, de újra fiatalok lennének? Tehát ha beülnének Dr. Emmett Brown időgépébe, és újra fiatalok lennének, de nem úgy, hogy visszamennének 50 évet, hanem most lennének 20 évesek. Mit csinálna a legtöbb holland papa és mama? Fiatal holland nőket, illetve holland férfiakat csinálnának ők is, mint ahogy minden egészséges ember a földön. Nem, ők azt mondták, hogy DJ-k szeretnének lenni. DJ-k, milyen jó fejek, nem? Tehát azért, hogy magyar nyugdíjas megkérdezett, nem hiszem, DJ-k. Hogy ezt mondja. A holland nyugdíjas azt mondta, hogy ő DJ szeretne lenni. Igen. Mert a magyar nyugdíjas azt mondja, hogy ő lemezlovas szeretne lenni. Ezért, ez a különbség. Ja, értem, igen. Én a lemezlovas. Igen. Második helyen áll a holland 70 felettieknél a temetkezési vállalkozó. Az ezt picit már gondol az öregkorra. Nem, szerintem. Ez annyira jól működik ott? Hát szerintem ott az lehet, hogy hát ennek nyilván van egy ilyen szomorú apropója, hogy nyilván sok barátjukat már eltemették, meg családtagjukat, és rájöttek, hogy ez óriás kasza. Aha. A temetkezési vállalkozónak. És ezért szeretnének. Harmadik helyre mondták a zumba edzőt. És a negyedik helyre megérkezett a tévés műsorvezető. Jó arcok a hollandok, hát egyébként nekem ez tetszik. Ki temet neki, zumba edző lenne, ki DJ-skedne. Én kedvelem őket. Hát én egyedül az Orsit ismerem, kis Orsit, mint zumba edzőt. Most én akarnék egy kis Orsi lenni. Nem, te kis Orsival szeretnél lenni, de az egy tök más kérdés. Igen, mondjuk igen, de azért mondjuk valljuk be őszintén, azért egy napra mindannyian szeretnénk nők lenni. De nem, János. Nézd, nem tudom, hogy neked milyen rejtett vágyid vannak, egyszer beszélhetsz erről, én tök jól érzem magam férfiként, és én egy napra se szeretnék nőni. Azt mondod, hogy nem egy napra, legalább egy évre, vagy egy élet. Én nem tudom, én ezen nem gondolok. Sok mindenen gondolkoztam, hogy mi lennék, de nő, valahogy ez a vágy nem kerített hatalmába. Ezt már egyszer megbeszéljük, ne tereljük el, hogy ki miért szeretnék nőni. Jó. Aztán még ott van az animátor, a pszichológus, az esküvői fotós, a szoftverfejlesztő, sportoló és mobiltelefonboltos. Jó arcok a hollandok. Mobiltelefonboltos. Igen. Szerelsz, összeszerelsz, kijavítasz. Hogy ez is mennyire tokot teszel rám, védőfóliát, válaszolsz a kérdésekre, mondod, hogy van. Na, hát végezzünk akkor egy kutatást, mert mi itt a reggelben nagyon szeretünk kutatni. A pénz miatt választották ezeket a szakmákat? Most szerintem az animátor például nem egy jó fizető. Szerintem lehet, hogy nem hollandi, feltétlenül. Ugye, hogy nem ez motiválta más a gondolkodás, őket. Szerintem a holland nyugdíjasok jól élnek, ők nem, az első gondolatuk nem az, hogy mivel lehetnék gazdag, mert szerintem baromi a nyugdíjuk, hanem ők inkább arra appelláltak, vagy arra bazíroztak, vagy melyik szót kell ilyenkor használni, hogy egyszerűen mivel éreznék jól magukat, melyik az a foglalkozás. Nem hiszem, hogy mivel keresnének többet. A magyar nyugdíjas lehet, hogy úgy gondolkodik, hogy mivel tudnám újra kezdeni, amivel mondjuk esetleg többet tudtam félretenni öregkoromban. Volna félretenni. Szerintem például azért appelláltak mondjuk az animátori munkára, mert ők tényleg olyanok, hogy valószínűleg van komoly nyugdíjuk, és akkor elmentek, mit tudom én, a Karib-szigeteki, mit tudom én, körútra, vagy akármi, és ott találkoztak animátorokkal. És ezek animátorok, ezek milyen legjobb esetben, igen, hogy fiatal csajok, meg fiatal srácok, jól néznek ki, vidámak, szeretik a munkájukat, meg egyébként tök jó környezetben végzik. Valószínűleg ezért mondták az animátorok. Hát, igen, a zumba edző
és ugye elmész nyaralni, egy szállodában munkát vállalsz, baromi sokan vannak a vízben, nézed a fiatalokat, megtartod nekik a zumba órát, tekintők bent, neki vizes, ott a medence szélén, hát egy zumba aerobik, hát az is mennyire jó. Nem? Nagyon tök jó meló. Csajok vannak a vízben, pasik vannak a vízben, tehát ez mind jó. Na, kérdezzük meg hallgatóinkat, hogy azon idősebb hallgatóink, akik holland nyugdíjasok lenni. 70 fölött vannak. Telefonáljanak már nekünk tényleg. Marikák, Irénkék, Erzsikék. Pista bácsit kéne felejtsd. Pista bácsik, Józsi bácsik. Így van, Rezső néni. Rezső néni. Igen, Imre néni. Hogy drága hallgatóink, ti mit csinálnátok szívesen 70 fölött szigorúan? Ha most újra kezdhetnétek ti itt ebben a magyar valóságban, milyen munkát választanátok? Jó, telefonáljatok be, tudjuk, hogy nagyon sok idősebb hallgatónk van, nagyon kedvelünk benneteket. Írjátok meg, telefonáljatok be 555-55-00, hogy ti mit csinálnátok szívesen. De csak és kizárólag 70 pluszban írjanak nekünk hallgatóink. Mit szólnátok egy olyan szintű rugalmassághoz, hogy mondjuk telefonáljanak azok is, akik nem hallották a nevüket? Irén néni itt van velünk. Irén néni, jó reggelt, hello! Szép jó napot kívánok, jó reggelt, ahogy szimpatikus, keményen indíthatunk ebbe a gyönyörű napsütéses időbe. Röszke Chicagóból. Röszke Chicagó? Gyerekek, igen. Mindenki Hollandiában van. Egy kaffésomban ebben biztos vagyok. Lehet futni, edződni. Tegnap előtt 16 autót fogtam le, az emberek 5-6-ossával megtönve a kocsi a migránosoktól. Migránosok. Irénke néni, te vagy a mi határőrzőnk, akivel egy éve, két éve, három éve beszéltünk. Igen, igen. És azóta még jobban védem a kis határunkat. De durva. És mivel vidék őrzője? Mivel tartott fel az átjövőket? Saját testnel vagy fegyverrel? El kell bújnom, fedezékbe bújok, de ha kell, akkor futok, főleg amikor a szegény egyenruhásoknak futni kell, akkor gyerünk hajtani. Futni, mert hát ugye hiába kiabáljuk nekünk a stába, de hogy állnak, meg futnak a rendőrök elől. Mit kell kiabálni? Imádom ezt a reggel, gyerekek. Angolul. Hiába mondanánk németül nekik, nem, úgy csinálnak, mint aki nem hall, de amikor már elfogjuk őket, akkor már azonnal értük, hogy zofort festén. És angolul kiabálsz az illegális határ átlépőknek, igen? És mit kiabálsz angolul? Stab, Russian nationality, milyen nemzetiségű? No police, no police, nit agresszív, hogy... De nem rendőrök, és nem agresszívak a rendőrök. Nicht agresszív. No police, nicht agresszív. Aha. És hogy kérdezed a nemzetiségét? Russian nationality. Wasser nationality. Ez egyébként... Milyen nemzetiségű? Abban a pillanatban tudják mondani, hogy szír, afgán, meg nem bántanak. Nem bántanak engem, hát például. És éjszaka is kimész, Irén, mert tudom, hogy pár évvel ezelőtt beszéltünk, és mondtad, hogy neked van ilyen éjjellátó, távcsöved, és hogy te tényleg éjszaka is kijársz figyelni a zöld határt. Kim vagy éjszaka? Hát nem kell sajnos, mert itt a hármas birtokomnál a kerítést éjjel-nappal törik. És... nagyon sokszor mondják, hogy nem menjek ki, miért? Úgyse bántanak. Nixt agresszív. Engem nem bántanak. Nagyon kemény. Még mindig jobb, mint plakátot őrizni. Jaj, de kell őrizni. Normális emberektől nem kell őrizni. Igen. De hát... Én nagyon szeretem a mai 70 pluszos hallgatóinkat egyébként. Jó. Én ugyanilyen nyugdíjas akarok lenni. Ilyen vidám, ilyen felszabadult, komolyan mondom. Komolyan mondom. Hát nem biztos, sokféle programot kell az embernek betervezni magának, és akkor a magányt el lehet viselni. Te mit csinálnál Irénke néni, ha most választhatnál egy foglalkozást? Ugye lesz? Én tisztek szerint a challenge után rúgást talán. Jó. Sportrút, rúttánc. A mai modern sportba ki se lehetne hagyni. Szép, izomzat nőknek nem kell túlzásba vinni. És a standard tánchoz is kapcsolódik ez. A finom, jó érzék, szép technika. És hát apa is örül neki. Otthon. Igen, és hát kiváló alakot ad az embernek. Hát ez nem 70 évesen nagy, nem tudom, hogy 10 egész, de nem azt mondják, hogy 45-50 éves vagyok. Akkor nem szabad elhagyni. Te sportolsz valamit, vagy mozogsz? Azon kívül, hogy üldözöd az illegális határát, lépjük, hogy éjszaka rohansz után. Most sajnos csak lövészet, cságáncolt lövészet, és erre a rútásra szeretnék áttérni. Tehát lőni jársz lövészet, lőgyakorlatokon? Igen, igen. De azt a hobbi miatt? Helyezett voltam. De hobbi miatt, vagy emberekre, amikor őrzöd a zöld határ? Nem, hobbi. Tehát lőtérre jársz lőni. Finom érték.
És mi nem? Ehhez azért nem baj, hogyha van egy kis erősebb izomzat, és kacsingatok ez a rúdtánc felé. Ja, hogy még most is kacsingatsz. Tehát, hogy elképzelhető, hogy rúdra pattansz, és rúdtáncolni fogsz. Így van, így van. Végül itt az nem éjszakai bári rúdtánc, hanem ez egy nagyon szép sport volna. Hát igen. Figyelj, és a rendőrök mit szólnak, hogy segítesz nekik? Mondják, hogy köszönjük, elég, Irénkén néni, ne csináld, ne veszélyeztesd a testi... Nagyon intelligensek, ez budapesti készenléti rendőrök, nagyon intelligensek. Aha. Már meg is köszöntem én is nekik, hogy Irénkén néni, nagyon vigyázz magadra, nagyon köszönjük. Na meg persze, hát az van, hogy az egyenruhát meglátják, akkor abban a pillanatban menekülnek. Van olyan, amelyik már úgy keresi, hogy a magyar rendőröket keresem, de az igen kevés, inkább a menekülés. Neked is van egy ruhád? Vagy te miben mész ki? Saját, mindig a terephez illő ruhába. Tehát amilyen színű? Nyáron a zöldbe, télen a fehérbe. Van fehér? Aha. Ne csináld, ilyen, van ilyen fehér óra. Kommandos ruhád nyáron, színesbe, télen fehérbe. Én kaptam az AVS Securitétől Németországból egy ruhát, de itt még egyáltalán nem kerestett meg a hatóságok sehol, hogy no Irénke, akkor ezek után, ez a sok kemény szolgálat után megajándékoznánk, vagy felkérnénk, vagy mit tudom hát én. Hát pedig egy tiszteletbeli határő lehetnél egyébként, előléptethetnének. Igen. És hát amely rengeteget elfogok. Uh-huh. És akkor van nálad valami bilincs, vagy térdre kényszerítő, vagy semmi? Semmi? De nem kell, mert olyan szépen leültetem őket. Hova? Mitenni menzi pláci, a tűre. Mit mondasz nekik? Micsoda? Hogy kérem szépen, foglaljanak helyet, üljenek le. Aha, de mindig kérem szépen. Ez az én szókincsem. Nagyon kemény. És akkor odaugrassz a kocsijel, és akkor mondod, hogy hát, ungáris a milícia. Nem. Mikor a gyalogosokat fogom el, akkor szépen leültetem, és akkor utána rohannak, mint egy őrült 120-130-tal itt a kis betonúton az autók, és kapkodják őket fel. Hát abban a pillanatban hívom a határrendészetet, ha veszi, veszi, ha nem veszi, nem veszi. Ezt itt nem mondom a többét, de néha nagy a hócipő. Van fedő neved? Vagy tényleg van fedő neved? Vagy milyen? Semmi, sőt, előfordult olyan, hogy 10-20-an vártunk több órát a rendőrökre, mert ugye nagyon kevesen vannak sajnos, és kérték, hogy csináljunk együtt fotót. Semmi akadálya. Sodót? Fotót. Ja, fotót, azt mondja, hogy jó sodót. Csináljunk együtt egy jó vannak. Mert valamelyiküknél volt egy kis aranybaluska, de sodó nem. Figyelj, és a fehér ruhát hogy néz ki? Ez egy fehér otthonka, vagy egy fehér konyharuha, vagy ez egy kezes lábas? Ilyen behegy kaptam a németektől ajándékba, mert kimegy ugye a hírünk, nem mindig szidják a magyarokat, és kaptam ajándékba direkt ilyen német határőr kabátot, ami behely. Aha, behely. Aha. És sajátomat vettem alá nadrágot. Meg van fekete bőrszerkom, ugye, ami is nem... Az se rossz egyébként, azt is szeretem a fekete bőrszerkót. Egy jó korbácsa kiegészítve. Igen. Aj, Irénke, nagyon drága vagy. Puszilunk, vigyázz magadra, elköszönünk, jó? Ez a szlogenjük a rendőröknek is. Micsoda? Mindig, hogy Irénke néni, nagyon vigyázz magadra, nagyon féltünk. Eredeti szlogen. Hát, igen. De igen. Nagyon jó, nagyon jó. Hát ezután a beszélgetés után egyiket lehet, hogy a magyar hatóságok is megkeresnek, fel fognak figyelni rá. Nem tudom, 3 év alatt még nem érdemeltem ki, úgy látszik. Pedig mindig meg itt a környékünkön. Hát, ami most megy ez alapján, lehet, hogy kinéz egy tiszti kereszt még ebben az évben. Ahogy most állunk, szerintem nem sokára kitüntetnek, vagy előléptetnek. A határon, igen. A határaim sarkán, mikor kín vagyok, ott lesz kereszt. Igen, vigyázz magadra, pucilunk. Itt megfogom a munka végét. No, nagyon jó kikapcsolódást. Viszalás. Köszönjük. Viszontlás. Egy rúdtánc versenye azért valahol benevezni. Jó. Intézkedünk. Puszilunk, vigyázz magadra. Igyekszem. Elekek, én nagyon szeretem ezt a mai napot. Komolyan mondom, nem tudom, mi vár még ránk, de eddig nagyon jó. Eddig működik tényleg. Ez tetszik. Eddig nagyon jó. Meg van a kép, hogy lopakodsz át a határon, és eléd ugrik Erzsike néni két ilyen fekete csíkkal a szeme alatt. Nix ugribugri. Üres, szidám, plac, polisz, bríz, bite, já. Halt, hende, hoch, nicht schissen, ich bin Erzsike. Ez itt a Best of Morning Show.
Vendégünk van itt a stúdióban, megérkezett dr. Kecskés Norbert. Norbi, jó reggelt kívánunk! Hello! Itt, ez ciao, az, ciao. Ő az. Jó reggelt, minden kedves hallgatónak. Hello. Hallják? Annyira csak jó közel, így van ég a piros, úgyhogy hallanak téged. Jó reggelt kívánok akkor még egyszer. Na, mindenkinek. Hát felvezettünk már orvos, táplálkozástudományi szakértő, és egy speciális eljárás, amit te hozol, ami ugye leegyszerűsítve a vércukor vizsgálatokhoz hasonlít, ez egy effektíve gyors teszt, ami azért nem annyira gyors, erről már beszéltünk az előbb, hogy ez körülbelül kell egy 3-4 óra, amikor is egy vércsepp analízis alapján elemzed a pacienst, ha jól mondom, javíts ki, ha nem, és megállapítasz róla bizonyos dolgokat, ugye? Így van, abszolút. A gyors teszt része az a vérvételre vonatkozik, tehát olyan, mint egy vércukor gyors teszt, megszúrom az újbegyet, veszek egy kis vért, van egy speciális mikroszkóp, oda két tárgylemez közé behelyezem, ez egy sötétlátóteres mikroszkóp. Mondhatsz, hogy nyugodtan. Jó, vagy. Most ez a te pillanat. Esetleg talán valahol hallgatok között olyan, aki mondjuk, ez érdekes lehet. Villog nyugodtan, mi mindent beveszünk. Bármit benyalunk. Egy orvosi diploma nálunk, út a sikerhez. Igen, jó, akkor már megnyugodtam. Jó, és akkor belenézek, ez annyiban is speciális mikroszkóp, hogy van még ugye két hely, ahol belenézek, vagy két kukucskáló, és van még rajta egy harmadik, amin egy kamera rendszerrel van, egy monitor összekötve, és ott elemezzük a páciensnek a vérét különböző nagyításokkal. Hát ha belegondolsz a szokásos vérvételbe, akkor azért ahhoz képest is gyorsabb, mert ha te elmész leadni a véredet, ott azt mondják, hogy másnap akkor jöjjön vissza, vagy kiküldjük, és az már jónak minősül. Ez ugyanazt tudja egy ilyen egy csepp vérből? Mint... Igen, ez nagyon jó kérdés. Nem, ez egy teljesen más szemléletű vizsgálat. Azt mondom, hogy itt a minőséget, tehát mondjuk a vörös vérsejtek alakját, egymáshoz viszonyított helyzetét, mennyire van összetapadva, fehér vérsejteket látunk, különböző fehér vérsejteket, láthatunk különböző képződményeket, ami mind-mind a különböző szervrendszereknek az eltérő, vagy mondjuk az optimális eltérő működésére utal. Tehát nem helyettesíti azt a vérvételt. Nem helyettesíti, az ugye számszerűleg, tehát az kvantitatíve mutatja meg egy bizonyos kritérium rendszerben, hogy mondjuk miből mennyi van a vérünkben. És aha. Akkor mondjuk egy kis beszélgetés után a pácienssel, akkor el tudjátok mondani, hogy minek mi az oka egyrészt, és hogy mit tanácsoltok, ha mondjuk negatív az eredmény valamilyen szempontból, hogy mit tanácsoltok mondjuk táplálkozás életleni szempontból. Abszolút így van. Most az, hogy sejtszinten milyen állapotban szervezetünk, az nagy mértékben a táplálkozás meghatározza. Ez van, akinek jó hír, van, akinek rossz hír, abban mindenkinek... Ne nézd rám. Körbenéztem. abban minden esetre jó, hogyha apró változtatásokat eszközünk már a táplálkozásunkban, és az tudatos és folyamatos, akkor már bizonyos időn belül pozitív változásokat tudunk elérni a szervezetünk működésében. Ha nagyon dráma, akkor csak annyit mondtok, hogy ajjajjaj. Ne vegyen új cipőt. Igen, azt szoktam mondani, hogy amit itt eltérés látunk, azért hozzáteszem, hogy már néhány éve csinálom ezt a vizsgálatot, elég sokan megfordultak nálam, és olyan, hogy valakinek azt mondtam, hogy csak így tovább, 20-on belül van biztos. Tehát apró eltérések mindenkinek van. Na most azért nagyon jó még ez a vizsgálat, mert ezzel az igazi prevenció megvalósítható, tehát a megelőzés, mert nagyon sok esetben hamarabb látszanak bizonyos eltérések, mint ahogy azt már a kvantitatív méréssel mondjuk már kóros tartományba esik. És akkor te olyankor elküldöd arra a speciális vizsgálatra, tehát azt mondod, hogy belenézel, látod, hogy a máj, a vese az akármicsoda, akkor el lehet indulni arra felé? Abszolút el. Előtte nyilván még azért táplálkozásban kicsit elbeszélgetünk, ha van hiányállapota, mert sok esetben ugye felmerülnek ilyen dolgok, akkor pedig elmondom, hogy mivel lehet azt pótolni. A hiányállapot mi? Tehát, hogy például vitaminhiány, antioxidáns hiány, igen, például vashiány. Ezt is mutatja? Tehát megmutatja, hogy lehet melyik antioxidáns, látnia, igen, lehet, milyen vitamin akár? Igen. Hát ugye általánosan igen. Tehát, hogy a vitaminháztartásra mennyire van elsavasodva a szervezet, immunrendszer aktuális állapota, gyulladás van a szervezetbe, máj mennyire van megterhelve, stb. Tehát nagyon sok minden látszik. Ez egy érdekes dolog, és egy nagyon komplex dolog. Tehát amellett, igen. Hogy te ugye analizálsz, amellett nyilván utána mondjuk átbeszéled vele. Abszolút, így van. És itt innen alapján, hogy ez nem arról szól, mint értem, hogy mi a különbség, egy vérvételnél már megmondják, hogy milyen gyulladás, süllyedés, stb. Itt viszont, ha nincs baj, akkor is azt tudod mondani, hogy most nincs baj, de egy év múlva lehet, ha nem változtat, ezt és ezt csináld, ilyen irányba menjél, hogy később ne legyen baj. Abszolút, ugye? Igen, még nagy előnye ennek a vizsgálatnak, hogy ez archiválható, mert ugye mivel kamerarendszerén le tudom fotózni az optimálistól eltérő állapotot. És utána, hogyha kontrollra jön, akkor objektíve a saját
előző állapotához képest össze tudjuk hasonlítani. Javult vagy még rosszabb lett. Igen, persze mondjuk azért az fontos, hogy szubjektíve is jól érzi magát a páciens. Na mondom, mi a helyzet? Szoktál miket hallgatni, vagy ismered a, karaktereket? Egy életkedvelő, nagy húsevő, egy hedonista állat. Hedonista, nagyivó, nagyzabáló ember. Egy vegetáriánus, aki ugye nem eszik húst, nagyon sokat sportol, nagyon sokat mozog, húsmentes, állati fehérjementes, nagyon szigorúan, viszont rengeteg cukor, az átlagon bőven felüli cukormennyiség, ami aztán persze... Nyami. És nem is csak kimondod a szót, és már... És most semmiféle diagnózissal nem tudsz rávenni arra, hogy ennek az ellenkezőjét csinálod. Te most azt mondom, hogy Sátora jó helyet tudok. Erre mondok valamit, igen. Jó cukrász, de hát Jani képes hétvégén a családi programot szervezni, de ez nem baj. És egy valahol a kettő között mozgó, húst is evő, cukrot is evő, de semmit nem túlzásba vivő ember, aki egyébként sportol, de nem annyit, mint a Jani, sokkal többet, mint a Feri. Így is van. Eszik húst, de nem annyit, mint a Jani, többet, mint a Feri. Cukrot is, de sokkal többet, mint a Feri. Egy középutas semmi, tudod így megyen. Egy középutas szürke eminenciása, lehet így mondani. Kinek a vérét kéred? Te döntsd el, kinek a vére lehet a legizgalmasabb? Aztán nyilván megcsináljuk 10 után. Kit akarsz megnézni? Te döntsd el. Hát a legizgalmasabb, az szerintem Janinak lenne a vére, de mondjuk ha a nagy átlagot nézzük, akkor Balázs szerintem akkor te legyél most az első. Azért, Jani, mert a vegákból kevesebb van az? Igen, nagyon sok vegetáriánusnak a vérét néztem már ezzel a módszerrel. Mit jelez, vagy mit mutat? És hát nem akarok általánosítani, de nem nagyon volt jobb, mint akik ettek húst. Na ezért érdekes. Na most egy kérdést, ha már itt tartunk, akkor te állati fehérjét sem, tehát te vegán vagy? Nem, azt én voltam rosszul, igen. Jó, oké. Az egy... Az jó. Az még, tehát húst, az jó. Még húst nem, de állati fehérjét, az jó. Tojás, ugye, hát, azt igen. Ahogy Janinál abszolút látszik, tehát általában nekem az a tapasztalatom, hogy a vegetáriánusok valami mással pótolják ugye a húst, és általában a szénhidráttal. És ugye a finomított szénhidrátnak a bevétele az, hát az nem, enyhén szólva nem jó a szervezetünknek. Tehát Jani... Most mondhatnék statisztikákat, de inkább nem fárasztom ezzel a hallgatókat. Nem, csak érdekes a dolog, hogy aki vega, de van egy szénhidrát éhsége, tehát Jani például lehet, hogy a szénhidrát éhségét annak köszönheti, hogy ő nem visz be mondjuk állati fehérjét, és a kettő között lehet kapcsolat? És azért csillapítja ezt folyamatosan cukor-cukor, szénhidrát-szénhidrát? Most, hogy a Jani esetében így van-e, az lehet, hogy valaki abszolút édesszájú, tehát ez is lehet. Aztán van még olyan eset is, hogyha valakinek extrém mértékben sejtszinten el van savasodva a vére, ez egy tünet. Tehát az, hogy az éhség iránti vágy időnként rátör, mondjuk általában az mondjuk esti órákban előfordul, akkor ez egy tünet. Aha. Lehet. Ez biztos, milyen érdekes, hogy azt hiszed, hogy vega vagy és mennyivel jobb, aztán közben potolsz egy csomó mindent, de nem biztos, de lehet akár jobb is. Tehát, hogy mennyire tényleg egyénileg kell ezt nézni, nincsenek örökérvényű igazságok, nem? Abszolút egyetértek, tehát abszolút egyéni. Teljesen mások vagyok, ugye nagyon sok szempontból, és mindenkinek egyénileg működik, anyagcseréje, tehát a központi idegrendszere az egy működés. Szerveket is látsz, hogy a májadat méregtelenítik, én alul működik, túl működik, baj lehet az epéddel később, a veséddel, ha ezt csinálod egy év múlva, nem tudom mi lesz. Igen, szívérendszerre utaló eltérések is látszódhatnak, akkor a gyomorbérrendszer. Fú, azért ez nagyon komplexnek tűnik. Nyilván ehhez kell egy know-how, hogy valaki ezt tudja olvasni, nem? Igen. Nem csinálják ezt a vizsgálatot. Nem erre gondoltam. Az jó lenne, rendben. Igen, a leletet, amit kinyomtatsz, el tud olvasni, igen. Igen, azt azért hozzáteszem, hogy tehát a hagyományos orvoslásban ez nincs benne rutinszerűen ez a vizsgálat. Nem is kedvelik? Ezt finoman szólva, kérdezem én, hogy a kollégák... Én nem is fogalmazom, nem ismerik. Volt-e már csúnyán megkarcolva az autót? Van-e, aki azt mondja, hogy ugyanúgy doki, mint te, ugyanazt végeztetés, és azt mondja, hogy sarlatánság, hülyeség, ilyen nincs. Hát ennyire direkten nem fogalmaznak, de az igazság, én mindig azt mondom, hogy aki hozzám eljön, nyugodtan menjen el a mázi orvosához, bármilyen szakorvoshoz, és nyugodtan fel is hívhat engem az orvos, mert én akkor szívesen, sőt az orvosnak is megcsinálom, mert általában azért ez úgy szokott lenni, hogyha látja, hogy is működik ez az egész, akkor azért egy picit megváltozik a véleménye. Általában abból adódik, hogy nem ismerik. Amikor meggyőző, hogy már te is orvos vagy, tehát nem vettél egy mikroszkópot, elmentél egy biorezonancia tanfolyamra, és elkezdtél vércsepet analizálni, hanem igen, hogy azért oké, te milyen orvosként végeztél? Én házi orvos vagyok. Házi orvosként dolgoztál. Az agrártudományok doktor. Tudod, így ki, hogy jogász vagyok, de most vettem egy mikroszkópot. Jó, tehát minden esetben nyilván ez nem egy akkreditált diagnosztikus eszköz, viszont nagyon jó irányokat mutat, prevencióra rendkívül alkalmas, kiegészítés nagyon jó.
Ezt tudomásom szerint profi sportolók is járnak hozzá, és veszik igénybe a szolgáltatást. Így van. Hát ugye én táplálkozással foglalkozom, és sokan járnak hozzám, akik le akarnak fogyni, akik meg akarnak ízni, és a többi, bármilyen szervi problémával. Két speciális terület van, az egyik az a sportolók, a másik pedig az adaganatos páciensek, de mondjuk az egy külön. Na, nézzük vonat. Meg, ha azt mondod, hogy Jani a legizgalmasabb, nézzük, aztán adáson kívül minket is hétfőn el is mondjuk. Mártalom is egyet, aggatja. Nem, azt szúrjuk meg, tudom, hogy élveznéd, de nem. Nem, ez nem az. De hogy nézzük akkor meg, tehát egy sok cukrot evő, ugyanakkor sokat mozgó, azt gondolom elég folyadékot ivó. Na, itt lehet egy kis probléma azért. Igen, az nem. Nem, igen, nem vagyok az a nagy ivó. Folyadékot sokat ivó azért, nem ilyen jeges teák ez. Igen, az. Azok azért lecsúsznak. De mégis azért időben fekvő, sokat mozgó, sokat sportoló ember vére. Nézzük meg, hogy milyen állapotban van. Ez egy érdekes dolog. Ugye nem fogsz elájulni. Jobb vagy balkezes vagy? Jobb kezes. Attól függ, mennyire sok ideje van. Akkor balkezedet kérem. Jó. Attól függ, mennyire rohan. Igen. Ha sok ideje van, mindig kényezteti magát. Így van. Jobb kezes vagy bal kezes? Hát jó, akkor balt kell, mert néha elhal. Igen. Akár hetekre is. Igen. Attól függ, anya otthon van-e. Mind a kettőt szeretem. Tényleg, miért fontos ez? Most lesz a szúrás. Nem bírja, nem néz oda, te nem bírod, nem? Nem bírod azt annyira látvány magát a vért, nem? Most, nehogy most edzek. Nehogy elvágodjál itt nekem. Sose felejtem, egyszer a Danubiusba hívtunk még egy akupunktúrás embert, beszúrt kettő darab tűt a Jani homlokába, két ilyen hústűt mondjuk, és Jani úgy, hogy rávágodott. Igen, bocsánat, ő konkrétan mellé nyújtott valamivel, tudod, ilyen azt mondja, hogy így bedugta a két tűl lógott ki a fejemből, úgy néztem kint mikrobi, és akkor így kezdett is szétcsúszni minden körülöttem, és akkor döbbenetes volt, és egy kicsi kínai, egyébként nagyon híres. Azt mondta, megnyomok egy stresszpontot, ott valamit majd feloldok, és János iráborult. Később kiderült, nagyon híres szakács. Na, gondolom egyébként, ha komolyan beszélünk, ez egy 3-4 óra, 1 óra. Ugye? Igen, mert ugye ez egy konzultáció, persze, ez egy interaktív, mondjuk ilyen konzultáció, lehet kérdezni tőlem, én is kíváncsi vagyok ugye az életmódjára, hogy eszik, mint eszik. Tehát, és nem kell különösebb tünetekkel rendelkezni, vagy betegnek lenni, közben csinál, csak nem tartalak föl, hanem egyszerűen csak az ember kíváncsi, preventív jelleg és elmehet, amit elmondtál. Nem? Apám, itt tekeri, ott mozog. Igen. Jó, csinál csak, elemezd nyugodtan, és akkor... Az igen, tudom, hogy mondom, hogy mi történik. Norbi egy ilyen házilag összeállított, egy baromi profi mikroszkópot hozott, amit itt így különböző szerkezetek alapján, mint a bérgyilkos a puskát egy szállodai szobában, ezt így összeszerelte itt a stúdióban. Ez egy fehér mikroszkóp. Pici kis, ugye hát erre a kis üveglapocskára cseppent Jani vére. Ezt Norbi berakta, és most elemzi. Illetve van ehhez egy szoftver, ha jól látom. Tehát, hogy itt nem csak két szemednek hiszel, hanem van egy gépi segítség is. A maga az, hogy láthatóvá tegyük, hogy a mikroszkóp alatt, mondjuk én mit látok a mikroszkópba, ahhoz van ez egy ilyen kamerarendszer. Ezt mutatja a laptop. Persze, nagyon meg profi. Lehet, meg lehet. Tehát magát a vércsepp formáját, hogy van, hogy néz ki. Aha, mit látsz? Hát a következő helyzet... Megpuszíja, Janit átöleli. Jó hír is van, a mikroszkóp működik. Nem, én azért elég kíméletesen szoktam közölni a rossz hírt is. Nem, azt szoktam mondani, hogy amit itt látunk eltérést, azon mindennel tudunk korrigálni. Jó? Tehát ez egy mindenképpen jó hír. A következő helyzet, hogy az egész biztos, hogy az elmúlt 24 órában nem ittad meg a szervezetet működéséhez optimálisan szükséges víz folyadék mennyiség. Ez mennyi? Egyénenként változó, vagy meg lehet határozni? Én azt szoktam mondani, hogy azért ugye kinti hőmérséklet függő egyébként, de olyan minimum két és fél liter folyadékot, azt ugye a felnőtteknek meg el kellene fogyasztani. Nagyon fontos, ha valaki sportol, és sportoljunk, akkor a sportolás során, vagy közvetlenül utána elfogyasztott folyadékmennyiség, az ezen kívül van, ezen felül van. Tehát az nincs benne ebbe, hello. Neked akkor az 3,5. Ha te futottál tegnap? Igen. Na, tessék, mondtam, hogy később a folyadékhiány mire vezethető vissza, hogy mit okozhat? Tehát oké, nem iszom eleget, a szervezet ugye sajnos ravasz, mert már csak akkor jelez, ha szomjasak vagyunk, de ez már majdnem egy végső kiszáradás, ha szomjúságot érzünk. Így van. Úgy is ki lehetünk száradva, hogy nem érzünk szomjúságérzetet. Ez hova vezet, később azon kívül, hogy a vesét megterheli. Igen, hát abszolút vannak ilyen tipikus tünetek, hogy úgy mondjam, fáradékonyság, szédülés, fejfájás. Aha. Nekem főleg, amikor ilyen melegebb kint az időjárás, akkor fel szoktak hívni barátaim, és mondják, hogy te nem tudom, mi van velem, fáj a fejem, ugyanezeket elmondják, és ilyenkor meg szoktam kérdezni, hogy te mennyit ittál máma? Ja, semmit mondja, akkor menjél oda, igyál meg egy fél liter folyadékot gyorsan, és akkor utána egy fél óra múlva hívjál vissza. És általában azért ilyen gyors segítséggel azért ez lehet korrigálni. Nagyon fontos, hogy... Sok barátod van? Feri, Norbi vagyok, igyál. Hello, szia, Zsolt, te vagy? Igen, Norbi.
Két liter. Igen. Nagyon fontos, hogy cukormentes folyadékról beszélek. Aha. Tehát nem cukros üdítő, bocsánat. Jó, tehát cukormentes víz. A jó. Hosszú lépés vagy a nagy fröccsal? Jobb. Bocsánat. Amelyikben több az ásványvíz. Aha, akkor a hosszú lépés. Azt látjuk-e például, hogy annak ellenére, hogy állati fehérjét húsformájában nem fogyaszt, inkább savas irányban megy az ő vér a sok édesség ellenére, vagy a húsfogyasztás hiánya kiegyenlíti, és mondjuk egy közepes tartomány, vagy inkább lugos állapotú janújére, ami ugye mutatja a szervezet állapotát is. Igen, gondolom. Igen, abszolút jó. Tehát az édességfogyasztásra abszolút látszik. Tehát látszanak olyan képződmények, amelyek nagyon szeretik ezt az ilyen édességesen elsavasodott környezetet. És ezek nem jó képződmények. Ez érdemes. Ugye ezeknek jelzésértékük van egyrészt, de vannak olyanok egyébként, amelyek bizonyos szám felett, vagy bizonyos mennyiség felett, például az immunrendszernek, a nyirokrendszernek a működését egy kicsit tudja lassítani. Ugye a méregtelenítés, immunvédekezésben nagyon fontos szerepe van. Tehát ezeket érdemes kitisztítani. Vannak erre természetes alapú készítmények, hatóanyagok, növényi hatóanyagok, amelyek ezeket nagyon szépen kitisztítják. Vagy csökkented a bevitelt. Vagy az már nagyon késő? Fontos, nem, nagyon fontos, hogy nagyon fontos, hogy az egy dolog, hogy megmondom, hogy mit csináljon, hogy kitisztuljon, de nyilván változtatni is kell. Mert én például azt szoktam mondani, hogy nyilván minden nap eszel édességet, Jani? Minden nap. Akkor a te esetedben mondjuk annyi lenne az első javaslatom, hogy minden másnap egyél csak a doktor jó, édességet, jó. De ne dupla mennyiséget. Ha ez nem, akkor mi? Jó, ez nincs. Ez most ismerem, Jani. Akkor ez nincs. Okay. Jó, tehát akkor ha ez nincs, akkor egy picit a mennyiséget vissza kéne szorítani. Mm-hmm. Fontos, hogy én azt az elve, vagy azt az irányt képviselem, mondhatni így mondjuk, mint táplálkozással foglalkozó szakember, hogy én az egyéni ízlésnek, én úgy gondolom, hogy bármilyen változtatást eszközlünk, az egyik napról a másikra ne legyen nagy. Azt nem fogjuk hosszú távon tudni tartani. És az egyéni ízlésnek teret kell, hogy hagyjunk egy kicsit. Hát főleg a cukor esetében ez hasonló azért, mint a nikotin például. Abszolút. Tehát, hogy azért ez egy komoly függőséget okoz az embernek, a hiánya, akár rossz kedvet, levertséget, depressziót. Hát azért ez egy csomó örömhormon termel, egy csomó jó pillanatot szerez a Janinak a csokitorta, nem csak a megevése, utána egy óráig ürül, megint bevíz. Tehát ezért egy függőségi viszony. Így van, pontosan. Tehát most én hiába mondanám azt a Janinak, hogy holnaptól kezdve ne egyen édességet, akkor biztos, hogy nem tartanám, és nem. Azt mondtam, hogy milyen hülyeségeket beszélek. Ez teljesen igaza lenne. Ez egy hosszú, rögös út. Látom magam, hogy állok az anonim cukorfüggőknek az egyik összejöttem, szíveztek, Jani vagyok, trüffelfüggő. Igen. Már igen. Egy napja nevett. Egy délután megállsz az ACDC, azok jönni még mellfüggő. És mindenhol ott vagy, mindegyik csoport foglalkozásról. Az a jó hírem van, hogy nem csak, tehát az a lényeg, hogy azért édességet lehet enni, nem az édes ízről kell lemondani, hanem hogy olyan minőségű, tehát nem finomított szénhidrátokat kell fogyasztani, hanem például olyan szénhidrátokat, aminek mondjuk nem emeli meg rögtön annyira a vércukorszintet, biztosítja egy elhúzódó vércukorszintet, például ilyen. Ha tudunk egy nagy átlagot mondani, akkor Jani vére egy vegához képest átlagos, egy húsfogyasztóhoz képest egyébként 45 éves korához képest egészen jó, sok mindenen kéne javítani, hogy ne legyen baj, vagy azt mondta, hogy jó átlag, láttál már ilyet, de vele lenne mi javítani, csak hogy hova tudjuk tenni körülbelül. Igen, abszolút. Én azt látom, hogy mondjuk az elsavasodás szempontjából mondjuk a magyar átlaghoz képest egy nagyon picit jobb, de az egyéb ilyen képződmények, ásványanyag hiány szempontjából az abszolút mondjuk így a magyar átlag, illetve annak megfelelő, aki mondjuk állati rostot nem fogyaszt, olyan vegetáriánus, de nagyon sok szénhidrátot. Uh-huh. Tehát ez is látszik rajta. Látszik, igen. Ha tovább analizálnod, akkor a egyes vitamin hiányok is akár? Tehát, hogy látom, hogy K, hát látom, van, mondjuk, ugye van ez az antioxidán szabadjuk kérdés, nem akarok ebben nagyon belemenni, de van egy kis antioxidán hiány, akkor meg szoktam kérdezni, szed-e valami vitamint. Az sem mindegy, ugye, hogy milyen vitamint szedünk, mert természetes alapú vitamint kell szedni, nagyon fontos. Vagy én legalábbis azt szoktam javasolni, mert vizsgálatok igazolták, hogy sokkal-sokkal jobban felszívódik a természetes eredetű vitamin, mint a szintetikus például, és hát ez nagyon fontos, főleg, hogyha valaki mozog. Uh-huh. Az alga, C-vitamin, fokhagyma, én ezeket fogyasztom minden nap. A fokhagymáról többször próbáltuk leveszni. Igen, ezt nem miattuk fogyasztom egyébként, mert... Te is zsútálod már rá. A C-vitamint azt milyen? Nem, tehát, hogy... Hát azt ilyen kapszula formájában, tehát tabletta formájában, hát, de emellett természetesen fogyasztok rendszeresen, mondjuk, de, mit tudom én, citromlevet. A Renkei azt mondja, hogy ugyanúgy az a szervezetnek, egy sima aszkorbinsav, meg tehát, hogy nem tesz különbséget szervez szervetlen, én ehetem aszkorbinsav formája, ez ugyanaz, mint ami a paprikában, mint aszkorbinsav. Ez így van, csak töredéke szívódik fel. Csak töredéke és szívódik van még, fel. És van még egy nagyon...
amit ezzel a vizsgálattal nagyon jól lehet látni, és én számtalan esetben tapasztaltam, hogy vannak olyan típusú szintetikus vitaminok, ami ugye szintetikus, az gyárban állítják elő. Ami ugye minden, ami szájon keresztül beviszünk, az a májon keresztül megy valamilyen formában. A méreganyagokat, szintetikus dolgokat a máj dolgozza fel. Illetve na a Feri most... nem megkerüli a májat, mert már nem tud rajta. Nem, hát Feri... én nem is terhelem ilyen hülyeséggel a májamat, hogy viccel. Nálad a májadnál már kimon egy zsákutca. Nálam nincs szintetikus anyag bevitel, gyerekek. Hagyjatok, már nálam nincs. Azt szoktam látni, hogy aki nagyon sok szintetikus dolgot fogyaszt, annak egy bizonyos májterheltsége mindig van. Nem biztos, hogy olyan májterheltsége, ami még mondjuk, ha elmegy sima laborba, akkor az már valami. A felső határ felett van, de itt látszik. Ugyankor egyébként meg egy nagyon egyszerű, egy májregenerálással azért ezt lehet, helyre lehet hozni, és ki kell cserélni a szintetikus dolgokat. Uh-huh. Tehát az ilyen tartósítószeres dolgok, az egyéb szintetikus dolgok. A krumplipürépor, ugye? Azt hallottam a múltkor egyébként. Én vannak bűneim, de az egyik a krumplipürépor. Igen, ezt mondom, tehát hogyha most ő nagyon szereti a krumplipürépor, akkor most időnként miért ne csináljon egy krumplipürépor? Szerintem a mennyiségem van, nem? Krumplipürét igen, tehát hogyha minden nap azt teszed, ha havonta egyszer megkívánom, és eszem egyet, semmi nem lesz. Igen, így van. A nyers zöldség, bocsánat, azt nem mondom, fontos, hogy a nyers zöldség megfelelő mennyiségű napi bevetele, az nagyon fontos a szervezet egészséges működése szempontjából. Léptem előre ebben az ügyben egyébként, mert én rendszeresen fogyasztottam meg, hát a múltban, de tényleg viszonylag sokat. De mostanában nem eszem olyan sok nyers zöldségeket, mártogatóval, és mostanra lecseréltem ezeket zöldségekre, tehát nem fogyasztok már tortilla chipset, hanem helyette zöldségeket. Nagyon jó, nagyon jó azok irány. A mártogatók. Nagyon jó irány. Jó. De azok a horror meg a pornó maradt? Amit szeretsz. Sokan kérdezik, hogy mennyire horror egy ilyen vizsgálat. Egy átlag ember elkocog hozzád, akkor ez 100 000-es tétel, 50 000-es tétel, 20 000, szóval mondjuk egy egyszeri konzultáció, körülbelül csak nagyságrendileg, hogy tudjuk 20 000 segíteni. Alatt van. 20 000 alatt van. Aha, tehát ennyit az ember egészsége. Gyerek kell, is hogy mehet? Nem olcsó. Igen. Van egy speciális tűvel történik, amivel tudom változtatni, hogy mennyire, milyen mélyen Bökje meg, igen. És igen, gyerekekkel, sok gyerek volt már nálam. Tehát de a gyerekek is életezett ki a tűnek, hogy mások. Ez még sok lesz, de már vérzik. Jelzem egyébként, a gyerekek az sokkal jobban tűrik néha. Főleg a lányok, a kicsik, ugye ez. Jó. A kedvemért adáson kívül megszúrod majd a Ferit, hogy látszik-e extrém máj túl terheltség? Igen. Nálam nincs szintetikus anyag. Arra ma azt mondta a doki, hogy a szintetikusra megy a máj terhelés, gyerekek. Ha már itt vagy, nézzük meg bennünket, megnézzük, is kíváncsiak persze, vagyunk. Normi, nagyon szépen köszönjük, ez egy nagyon klassz dolog. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Amerikai szociálpszichológusok megállapították, hogy le kellene számolni az egyterű irodákkal, mert hogy jobban terjed a munkahelyi pletyka. Ami szerintem egy baromság, tehát miért terjedne attól jobban, hogy te egyterű irodában dolgozol, hogy valahol van egy kávézó, vagy egy étterem, és oda te, vagy egy cigizőhely, és oda el tudsz menni dohányozni. Mert átkiabálnak a másik sarokba, tudod? Igen. Ez is lehet, minden esetre megállapították, hogy nem jó az egyterű. És nem jók az olyan helységek, mint a kávézó, a büfé vagy a pihenő, mert ott akár 3 perc alatt is eljuthat dolgozótól dolgozóig a pletyka, és a vezetői értekezleten született döntések. Hogy ezt egyébként hogy kutatták, azt nem tudom, hogy elindítottak valami álpletykát, vagy kikérdezték a dolgozókat. Minden esetre a nők, ezt nem értem, a nők jobban, a férfiak többet. Ez hogy kell értem? Segítsetek, ti sokkal okosabbak vagytok. A jobb pletykázás az, hogy jobban adod át az információt, korrektebb, tehát nem teszel bele. Igen, nem kamuzol. Információt. Uh-huh. És a férfiak meg többet? A férfiak többet pletykálnak állítólag az amerikaiak szerint, aha. Igen. És színeznek. Nyilván jobban és színeznek. És kitalálnak. Aha. Hát indítsuk el ezt a zsűlös katicását. Nekem az tetszik. Azt már nem mondtam adásban, az már nem pletyka, tehát azt már mindenki tudja. Jó, hát akkor színezzünk rajta. Nem katicabograk legyenek, hanem cserebogár. Mondjuk igen, kolorádó bogarakat. 4 szarvasbogár és 3 kolorádó bogár. Igen, és angyaboly. Na, tehát, hogy... akkor nézzük meg, hogy nálunk ez hogy megy. Hát nálunk is mindenki pletykálkodik azért egy picit, nem? Tehát itt is kijárnak a munkatársaink dohányozni, itt is van közös helység. Munkatársaink, én járok ki egyedül. Most már a Lacival se lehet egy jót beszélgetni, érted? Mert ő is leszokott. Na, de te egy felborult libáskosár vagy. Te olyan pletykás felborult vagyok, annyira szereted. Egyébként tényleg te kiársz, csipegetsz, odaállsz, hallgatod. Ezeket észrevettem, hogy te ezt bejövök, szereted. Bejövök, nyomom. Kicsit ide belehallgatsz, kicsit oda belehallgatsz. Van egy folyosói beszélgetés. Azt. Kicsit megállsz, továbbmész, kimész dohányozni. Hallottam egyiket a Ferit a hátra, hogy mindenki csak úgy emlegít, hogy a gyontató.
Miss Gyond, a Miss Gyond. Közülünk, ha lehetne választani egy embert, akkor te meg Anna, illetve két ember. Hát, ugye? Egyértelműen. És Annával tök jó például pletyózni. Igen, csak akkor zárt a kör. Te ti ketten, komolyan mondom, tehát ha valamit én nem akarnám, hogy kiderüljön, azt tőletek indítanám el. Aha. És vinném tovább a kört, hogy az hogy derül ki. Tehát ti ketten, amit ti műveltek, ez az elvonulunk együtt, belehallgatunk, kimegyünk tovább. Nincs igazán, mert az Anna nem adja tovább. A Feri meg az Anna a két legnagyobb pletykagép közülünk a Morning Show-ból. Hát aztán vannak más pletykagépek, akiket látok dohányozni. Azért, mert nem minden dohányos száll be a buliba. Ez is igaz, hogy vannak kivételek. Van mondjuk 2000-ből, de Annával mi... Ki a legnagyobb bűnözők? 3-4-6-kor indítunk, érted? Amikor igen, te még nem vagy itt, egy kávéval. Te ebben nő vagy. Igen, imádom. De én látom, te ez tényleg szeretem. Kicsit mi volt itt, körbe kérdezek, körbe szimatalok. Jaj, gyere ki dohányozni, kicsit kikérdezlek. Én ezt sose szeretem. Sose kérdezek ki senkit. Csak odász. Önmaguktól mondják. Így van. Nem én vagyok. Hát te, Anna, te vagy a másik. Hát ti ketten, ti pletyka bűnözők vagytok. Tegyünk rendet azért a fejbe, hogy mi is a pletyka. Mert hogy a pletyka az egy rossz indulatú szóbeszéd. Azt, mi megbeszélünk dolgokat, tehát mit tudom, Janival mondjuk reggel beszélek, bocsánat, hogy berántottalak most. Na most próbálsz mindenkit magadba rántani. Hogy megbeszélünk dolgokat, mondjuk olyan dolgokat, ami minket érdekel. Azt, hogy elmondom, ami velem, az mitől lenne rossz indulat, vagy miért pletyka nem, az? Nem, ez az. Nem, konkrétan a pletykára gondolok, hanem az elmondani. Válik, amikor a Feri tovább sima ügy. Imádjátok. Nem tarthatod magadba, betegséget okoz. Betegséget okoz a benszorult gond, probléma. Igen. A feszítő kényszer, hogy nem tudod, hogy a másikkal ezért mi van. Ez a becenevetek, a tiéd egy gyontató, Annáé pedig fali újság. Nem, én szeretem tényleg. Tehát én szeretem cseverni. Te nem szereted, csevegős vagy, óvatosan ezt akartál. Anna tudja, hogy a tudás hatalom. Így van. És ezért törekszik rá. Én ezek elő például menekülök. Tehát az Anna oda jön hozzám reggel zsibasztani, akkor én magam... De én látom, mert a fejére teszi az újságot. Rógom az újságot, és eltakarom magam, hogy én nem akarok ebben. De soha, én nem megyek dohányozni, én ezektől menekülök. Igen, Balázs szigorúan betartja a követési távolságot mindig. Jó, azt tudod, hogy hívják érdektelenség, mert téged az embertársait hidegen hagynak. Beszéljük meg a fontos dolgokat, röhögjünk az, hogy kivel történt, ez a félrevonulók, ettől engem a hidegre. Az udvaron. Igen, ki lehet jönni az udvaron. Húzhatok rá a szerkesztőségiben. Nem vonulunk félre. Odállhat bárki. Nincs középút, azon gondolkozom. Tehát vagy nyakig benne vagy, és viszed tovább az infót, és vagy abszolút kimaradsz belőle. Az ilyenek miatt terjed el rólunk, hogy pletykázunk, holott mi csak beszélgetünk. Érted? Más? Nagy létszámú irodában dolgozom, szinte csak csajok között. Ha valamelyikkel kicsit sűrűbben beszélgettem, akkor elég hamar elterjedt, hogy én kavarok vele. Eddig ezt 4 lányról hallottam vissza, pedig egyikükkel sem jöttem össze. Ez Peti küldte nekünk. Intenzív osztályon a fiú ápolók az orvosokkal heti egyszer fociznak együtt. Egyik reggel nagyon sunyin néztek, summogtak előttem, és vigyorogva furcsaságokat kérdeztek. Nem tudtam hová tenni a dolgot. Végül az egyik ápoló kollégám megsúgta. Az egyik orvos azt állította a focin, hogy én megvoltam neki. Felháborító. Soha nem kívántam részt venni a brazil sorozatszerű életükben. Aha. Ez a brazil sorozat, ez jó egyébként. Engem nem az infók érdekelnek, tudom, nem hiszed el kisfali újságnak. Hanem ez egy ilyen verbális szélcsövezés nálatok. Teletext vagy, érted? Én szeretek beszélni. Engem tényleg érdekel, hogy mit tudom én 3 mondatban, amikor megbeszéljük, hogy mi van a Zsüllel, föltett mondjuk pár képet a fészre, akkor megkérdezem. Na most árultad el magad. Senkit nem érdekel, hogy mi van a Zsüllel. De engem érdekel. Ráadásul teszem meg mindezt úgy, hogy a Zsüll nincs is soha. Imádom megbeszélni, mi van a Zsüllel, csak ne legyen ott. De. Megkérdezem az Ákost, hogy mi van a gyerekkel, megkérdezem Feritől, mi volt a fesztiválon, milyen. De azért ti kicsit beszéltek, kicsit kibeszéltek, kicsit pletykálkodtok, kicsit duruzsoltok. Hát azért nem ez az egyszerű, ó, Feri, mi volt veled hétvégén a kolbásztöltő fesztiválon? Drága Anna, köszönöm kérdésed, remekül mulattunk kicsin családommal? Azért ez nem így van. Hallottad, hogy ez ő azt mondta, ő ezt csinálta, nézd már meg. Tehát azért kicsit megy ez a klasszikus női zsizsegés, amiben Feri egyébként egy rakott szoknyás asszony. Imádom. Még férfit, aki ennyire szeretné ezt művelni, mint a Feri, de Ferinek a cigizés, meg a kávézás, az a kukoricamorzsolás. Igen, és csak alibi miatt csinálom az egészet, tehát mert egyébként nem tudnál odaállni. De mi egy idő után ti féltek, hogy kimaradtok valamiből, vagy valami nem jut el hozzátok? Vagy, tehát mi a minden eljut hozzá, tehát nem kell félni, hogy olyan hálózatot üzemeltetünk. Igen, tehát a hálózat üzemeltető, hogy ez nem, hogy eljut minden, tulajdonképpen a szoftverből indult, tehát ti vagytok a Matrix. Az alap. Ti indítjátok az egészet. Minden eljut hozzá. Az a dohányzó hely most, így tényleg így meg is fogalmaztam. Az a dohányzó hely, ami itt kín van, az a Klassz FM fonója. Ennyi.
Oda kijárnak a nők, meg a férfinak látszó nők, és ott kimennek, és mindent megbeszélnek, elcsacsogják, elplegykálgatják, továbbadják. De információt, hogy gyerekek, de most egy önkritikát gyakorlok, bennem van a hiba, tehát van bennem hiba az embertársai. Hát ezt tegnap beszéltük ki az Annával. Igen, az a nagyfokú érdektelenség, ami benned van. Tehát mi a jobb, őszintén nem végighallgatni, vagy álszent módon állni ott 10 percet, és közben arra gondolni, hogy miért nem hagyod abba. Én őszintén nem hallgatom végig sokszor. De nem azt mondom, hogy engem nem érdekel, hogy téged mit beléd rúgtak a metró, mert ezt elmondhatod. Persze. De ez a menjünk ki együtt zsizsegni, hárman szívjunk el egy cigit, és beszéljük meg, hogy olyan. Az engem sose érdekelt, hogy ki kivel dugott, hogy ki kivel van, hogy ki mit mondott a hírről. Ez engem nem érdekel. De ugyanolyan fontos dolgokról beszélünk ott kint. Persze. Is, érted? Csak barátságosabb körülmények között. Most tényleg elgondolkoztam, hogy én vagyok-e? Nem. Nem. Egy kicsit, igen. De hát itt élünk, itt élsz bent, itt vagy szocializálva az emberek közé, csak érdekel, nekik vannak problémáik, hát vannak olyan dolgok, amiket megosztanak velünk, és akkor is. Tudni kell, hogy kettő nem ugyanaz, tehát oda jössz, hogy van egy személyes problémád, meghallgatom. Nem persze. Érdekel, de meghallgatom. Aha. De tök jó fej vagy, imádlak, igen, köszi. De most arról a nyüzsgésről, zsizsgésről, kis kibeszélésről, kis cigi hallottad, nem sokára ez le. Abból való kimaradás, azt én mindig megkönnyebbülök, amikor ilyen beszélgetések kezdenek kialakulni, és fél perc már nem vagyok. De nem is mennek oda hozzád, mert tudják, hogy nem akarsz beszélgetni. Igen. Figyelj, reggel, amikor ugye Anna szokott előbb érkezni, akkor jövök én, akkor egy kicsit beszélgetünk, de ahogy megjelenik a Feri, igen. Anna tudja, hogy oké, Jani lemezt levettük a lejátszóról, és elkezdi rögtön a második világháborúból a legendás páncélos parancsnokának, Heinz Guderiannak a rugalmas elszakadás tanulmányát alkalmazni. Anna és a Ferivel együtt így szépen így eltávolodnak tőlem, és ott maradok egyedül. Így van. Gyűlölök, minden ilyen beszélgetés. Majd te jövök, folytatom Zsüllel, mert éppen akkorra két összenektek a stúdiót, és megyek Ákoshoz. De még nincs 6 óra. Tehát nem ült be de hírekre. Otthon nem hallgat meg senki? Mi ez a nyomorúság? Mindenkinek elmondjam, hogy nem volt tegnap a zöldségesnél fehérjék. Nem hallgat meg otthon senki? De nem én mondom el, én őket meghallgatom. De hogy hallgatod, te folyamatosan beszélsz. Meghallgatod és utána tovább. Szerinted miért vagyok betakarva Népszabadság, ami Magyar Nemzete reggel? Odaállsz mellé, és 12 percig zsibbasztasz. Hát tudom, mert látom, hogy a telefonodat nyomkodod. De miért mondod ilyenkor? Nem néztem hát figyelj, rá. Azért mondom végig, mert végig akarom mondani, mert bízom benne, hogy eljut hozzád némi. Hogy valami megragad. Igen. Szoktál rá válaszolni egyébként, nem tudom, feltűnt. Szerintem nem tudjuk elképzelni, rólunk mi megy. És rólam kapcsolatban egyébként mi? Szex, félrelépés, hűtlenség, munka, szex. Tehát kivel csalom a Wikit? Egy disznóval? Vagy még nem is meséltem. Na majd reggeliszünk egy jó kávét. Legutoljára kivel csaltam a feleségemet? Egy disznóval vagy egy teknősbé? Nem, az nem is fél kiló nyers faszalba dugott. Egy darabig, törpével vagy egy bohóccal? Nem, egy darabig volt az, hogy a fiúkkal, de azt titottuk. Levettétek? Mindenki csak legyen, hogy azt tudom. Nincs megcsalás. Mi van akkor? Milyen lehet az ágyba? Az van? Van. És kicsi vagy nagy? Kicsi. Rohadjatok meg mindannyian! Szemét aljas pletyka népség! Hát ne kérdezz, látod, én őszinte vagyok, mondom! Szóval, hogy nagyon kicsi? Valamit ki kell találnom. Na jó, megyek dolgozni, nem kérek én erre rá! Erre van a kávézás! Dohányoztok és erről beszéltek? Janiról mi megy? Nagyon nagy? Az. Túl nagy? Nem, az az igazság. A méreteimhez képest. Amúgy jó, átlagos, van egy optikai csalódás. Tehát ne felejtsük el. Igen, van egy optikai csalódás. Na. Nem, az például tök érdekes volt, akkor mondom, tegnap előkerült, hogy nálatok mindennek ugye szex a vége. Tegnap mesélted, vagy tegnap elő. Ezt tovább folytatódott a dohányzásba? És a kezdete. Vagy a kezdete. A tehát ha bármi van, ugye egy jó kuponos vásárlás, akkor ilyen éve. Igen, Jani elmondta, hogy mindent egy forró szeretkezéssel ünnepelnek. Így van. Na, igen. Ez például érted előkerült. Ezután ment tovább a dohányzóban? Táborba volt egy része a csapatnak, aki így kétkedett, hogy nem, és volt a másik része, aki mondta, hogy de a Jani szerinted tehát tényleg. Tehát a műsorban elhangzottakra azt megy a reflektálás ki. De ezt megbeszéled. Ti ott voltatok. Szteron. Én ennél nem, de sajnálom. Nem, én robbantottam ki. De szeretem, hogy ilyen őszinte vagy. Nem voltam ott, de nagyon sajnálom. Sajnálom. Mit csináltam? Hol voltam? Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. A kaptunk egy e-mailt, amiben látható egy rádióstúdió. És a rádióstúdió az abszolút rendben van, viszont érdekes a dolog, mert hogy ott ül két faszi, akik rádióműsort készítenek,
És van ennek a rádióműsornak, ez egy reggeli rádióműsor, és van ennek a rádióműsornak egy logója, egy kis arcocskája, ami a Morning Show-nak egy az egybe a napocskája fülhallgatóval. A mi logónk. A mi logónk. Az így ő van. Logójuk, a mi logónk. Ugyanúgy sárga, fekete. Sárga, zenét hallgat, mosolyog, egy az egybe a mosolygós Morning Show-s jelet, azt ők levették. Nem de nem mondod. Is változtattak rajta semmit, hanem ugyanúgy föltettek rá egy fülest, és úgy egy az egybe átmásolták. Mondod, hogy már a témáik után a logunkat is lopják. De ez nem egy... ez nem egy magyar rádió műsor, ez a rádió egyébként Belize-ben van. Mm. Hogy tetszik mondani? Belize. Közép-Amerika. Aha. Egy hely, ahova soha nem jutsz el. Hát sosem lehet tudni, csak forgattam ott egyszer valamit. Egy hely, ahova nem fogsz el. Nagyon vágyok oda. Igen. Belize-ben van ez a hely, és egy az egyben gyerekek lenyúlták a logónkat. És a neve a műsornak az más legalább? Hmm. Vagy az is? Nem tudom, mi a neve. Uh-huh. Morning Show a neve? Mutasd? Nem mondod. Ott van a napocska alatt, a jobb sarokban a napocska alatt. Az ott de mi? A Morning Show feliratot is lenyúlták. Tehát a feliratot, a fülest, a napocskát, mindent úgy, ahogy van, a Morning Show ugyanazokkal a betűkkel, ugyanaz a betűtípus, ugyanúgy mosolyog a napocska, és egy füles van rajta. Oh, és Morning Show-nak hívják a műsor. Az eszem meg a Balázs Feri jönni a három műsorvezető. Egy Ferihez hasonló forma ülott egyébként. Így. Igen. Csak Belize Feri. Csak már a technikus nem Zsül, hanem Juan. Igen. És... arcátlanul, szemtelen módon ők lenyomták. Sugar City Morning Show, ez a nevük egyébként. Lenyúlták Sugar City a logónkat és a műsor nevét. Na most megnéztem, hogy ők egyébként, ezt egy hallgatón küldtem, mióta működnek, és ez egy éves műsor körülbelül, vagy másfél éves. Akkor... tehát előbb voltunk. Az eszem megáll. Figyelj, nem lehet az, hogy egy egykori kollégánk, aki nagy délrel durral távozott, mondjuk én a csatornától, létrehozta a konkurenciánkat Belize-ben. Tehát Belize-ig menekült innen. Elvitt mindent, ami... elvitte a Knopfhoft. A Knopfhoft. A Knopfhoft elvitte tőlünk. Mert ez az. Hogy innen elment, igen. Elvitte a Knopfhoft. Tehát egy régi kolléga, aki fölmondott, és elment Belize-ben. Így van, Belize-ig meg se állt, és ott azt mondta, hogy gyerekek, ez most már elég messze van a föld másik oldala. Hm. Gyakorlatilag miért ne csinálhatnám meg? Ez van Knopfhoft, azt hagyd menjen. Laci, megvan a Jenő száma? De tényleg komolyan mondom, hát sok mindent gondoltam a Jenőről, de azt, hogy ezt megcsinálja, hallod. Hogy eladja, elviszi a logónkat és értékesíti nemzetközi rádiós piacon, hát azért most ezt komolyan mondom. Ugrod be véletlen, hogy. Azért ezt komolyan mondom, tehát ezt kikérjük magunknak. Támadjuk meg őket. Igen. Ez a minimum. Üzenjünk nekik hadat. Figyelj, mekkora ország Belize? Picike. Keresem nem túl nagy. Nem nagy. Én picike. Azt mondja, hogy már keresem is, azt mondja, hogy... nagyon pici. Figyeljetek, olyan 318 ezer fő. Ó, hát az. Dolgozik ott. És nagyon szeretik a reggeli műsornak a különböző rovatait, és ott dübörög például a MCDC, Kassa Tibi. Fekete-fehér, igen, nem. Igen. Van egy helyi pákoljuk, és van egy helyi polgárpetiük, és írogat. Figyeljetek, alkotmányos monarchia, második Erzsébet királynő az államfő, ott és is. Tényleg nem túl nagy, ott is. Igen, ez egy egykori brit gyarmat, és azt mondja, hogy diplomáciai kapcsolatban. Figyeljetek, Magyarországnak jelenleg nincs nagyköveti akkreditálása Belize-be. Aha, akkor le kell rohanni. Akkor háború? Szerintem. Akkor harc? Mi van, írunk nekik egy levelet? Csak kíváncsiságból, hogy reagálnak-e? Dear Morning Show. És aláírás Morning Show. Dear Belize. Dear Belize, Dear Morning Show. Megírjuk nekik, hogy ez a lopásnak is egy sokkal arctalanabb formája, mint amihez mi hozzá vagyunk szokva. Ezt most komolyan írjuk meg. Becsatoljuk a mi logónkat, és megnézzük, hogy mit lépnek rá. Csak csupán kíváncsiságból egyébként egyben hadüzenetet is megfogalmazunk, hogy ha és amennyiben a logót nem változtatják meg, akkor országunk egy mindent elsöprő támadást indít a beliziek ellen. És egyben hadat is üzenünk nekik. Figyelj, ott jó idő van Belize-ben. Persze. Kell egy ilyen télen lesz hova menni. Nem? Uh-huh. Ott is forint, itt is forint. Ennyi. De ők hogy találták meg ezt a logót? Tehát, hogy ők kutattak, megnézték, hogy van-e Morning Show, beütötték a Google, hogy Morning Show, kijött a mi oldalunk, megnézték a logót, és aztán, hogy jó, messze van Európa, csináljunk akkor egy hasonlót, vagy nem hasonlót, egy ugyanolyat. Hát lehet, hogy ők is úgy voltak vele, hogy elkezdték sorolni ezeket az országokat, amikről még hallottak, és akkor nézzük, ki maradt.
Magyarország. Nyújjuk le az ő morning show, nyújjuk le az ő reggeli műsoroknál, melyik a legnépszerűbb? Igen, jó, akkor nyújjuk le az ő logójukat, a kutya nem fogja rajtunk keresni. De egy hallgatón kiszúrta, és elküldte nekünk. Az ő műsoruk egyébként nem annyira régi, tehát egy éve vagy másfél éve léteznek ők, mint morning show, ugyanezzel a névvel és ugyanezzel a logóval. De nem egy régi műsorról van szó. Kirajzolta a mi logónkat. A rádió azt hiszem 2013 óta van. A kinti? Igen. Aha. Tehát maga a rádió is 2013. A rádió, de egy éve van a műsor. És egy éve van a reggeli morning show. Hogy a miénk az elő, az a korábbi. Hibátlanul látott, Feri. Ki az, aki csinálta? Matematikai számítás után ez egy elképesztő következtetés. Nem lehetett hozni vele. Tehát nem tudok az érveid ellen érveket felborultatni. Nem marad betömetlen luk az érvelésedben. Bevetes, hogyha a 2013 óta van a műsor, a mi műsorunk előbb volt. Ez, ugye? Ezt kell leírni a levélbe. Ugye, miénk hogy kiszámoltuk, nagyon nehezen, de megvan. És a mi műsorvezetőnk megállapította, hogy előbb volt a mi műsorunk. Így van. A másik két műsorvezető pedig ezt alátámasztja. A biztosítékot csatoltuk 2015-2013 2. Így van, tehát felállt az egyenlet, vagyis előbb létezett a mi műsorunk. Ha mattekkal vitatkozatok, köcsögök. Akartok-e háborúba keveredni az országunkkal? Vagy pedig egy kapituláltok, beismeritek, hogy loptatok, és azonnal megváltoztatjátok a logótokat. Vagy most fizettek. Én azt gondolom, hogy lenne esélyük. Pénz. Hát ne menjünk el emellett. Rohanjuk le őket. Kiket? Mit? A sokba kerül, háborúskodni sokba kerül. Zsaroljuk meg őket, és adjuk meg egy bankszámlát. Nem, időbe kerül háborúskodni. Tessék? Nem, hát érted, mert idő kell hozzá, amíg a Dunai Flotilla maradványai leúsznak egészen a Fekete-tengeri deltáig, akkor ugyan, jó, és akkor valahogy átcsekkolunk a földközi tengerbe, onnan ki a óceánra, áthajózunk és lerohanjuk őket, nem számítanak rá. 2,5 év múlva ott vagyunk. Hallod? Szerintem csináljuk. Várjuk meg, amíg még megszerelik azt az egy Grippent. Tehát küldjünk fotókat a magyar Grippenekről. Így van. Küldjünk fotókat a Dunai Flottáról. Csináljunk egy fotót magunkról, hármunkról fegyverben. Ezt küldjük el nekik, hogy vagy fizetnek, vagy találkoznak a seregeinkkel. Ennyi. Egy Grippennel, a Dunai Flottával és velünk? Néhány, küldjük el néhány információt a győztes csatáinkról. Nem vissza sok kell, volt. Igen, vissza kell az elmúlt még egészen hunyadék, de... Igen, az elmúlt 500 évből azért sok mindent nem tudunk felsorolni. Valahogy mindig a rossz oldalon álltunk, de... Úgy akartok járni, mint a terek? Nándorfehérvárnál? A bides terek? Így van, hát egészen 1456-ig kell menni, még Mátyás azért büszkélkedett, utána már szerencsétlen csillagzata. Azt kerülni. Akarjátok, hogy Belinz legyen a következő Rigó mezőr? És egyben szemtelenül a levél végére csatoljunk egy bankszámlaszámot. Miből élnek a belíziek? Mit csinálnak? Nézzem már utána. Lopásból! Ha látod? Azt látom, hogy cukrot és banánt termesztenek. Egy évre biztosítják a gyermekeik banántermését. Küldnek nekünk 6 tonna banánt. Nekem cukrot. Hát Janinak meg cukrot. Neked 4,5 tonna kristálycukrot. Így van, 2 évre. Vagy pedig ott termesztik, most nézem, a mahagoni fát is. Aha. Na, az drága. Akkor én meg vagyok. Így van. Én meg vagyok. Terasztak. Akkor megvan belőle. Én küldök egy képet a házról, és azt mondom, hogy 4 tonna mahagóni fa, meg egy burkoló tőletek. Jó. Megcsináljátok nagyon a házat mahagóni fából. Nekem ez szimpatikus. Te megkapod a cukrot, így Feri van. Megkapja a banánt. És lesz egy saját, mondjuk egy 12,5 méter magas mahagóni Sebestyén Balázs szobra Dél-Budapestnek. Amit fel is avatok. Egyedül leszek az avatáson, lerántom róla. Ha lett, nagyon örülök neki, csinálok egy-két fotót, majd megeszem a pogácsát és a langyos ásványvizet, ami van az ilyen avatásokat. Mahagóni, banánt és cukrot. Akkor szerezzük meg a Belizi Rádió elérhetőségét. Igen. És térdeltessük le őket. Menjen az e-mail. Menjen az e-mail. Jó. Mit írunk bele? De tényleg? Fegyverbe szólítjuk őket? Hát szerintem igen. Igen. Szerintem egy hadüzenet. Mondjuk hivatalos képviseletünk nincsen ott. Majd elküldjük a briteken keresztül elküldjük. Mert ők kapcsolatban vannak velük. Jó? Jó. És még az internetes oldalukat is azért megtámadhatnánk. Uh-huh. A zsűliért az ilyen cyber dolgokhoz. Kicsit megtrollkodjuk az oldalukat. Hm? Uh-huh. Ha bemész ott, nagyon akkor a miénk jön föl. Nagyon jó ötlet. Figyelj, azt is megcsináltuk, hogy ha esetleg van Belizi magyar,
előfordulhat. Magyarok mindenhol vannak a világban. Mindenhol ott vagyunk. Ha van belizi magyar hallgatónk, akkor ő elmehetne, azt bekopoghatna. Azt jelezhetné nekik. Jó, meg nyilván benne van a pakliban, hogy mit tudom én, hogy nem tudom, hogy beliziek mennyire barátságosak, vagy barátságtalanok, lehet, hogy valami bántódás esik, de akkor ő lesz, ami mártírunk. Akkor életet van támadni. Ő lesz, ami hősi hallottunk. Így van. Jó, a héten megírjuk a levelet nekik, jó, szerintem ma vagy holnap elküldjük, és megnézzük, hogy mit reagálnak. Barátságos levéllel induljunk, hogy sziasztok, észrevettük, egyik műsorvezetőnk kiszámolta, mi előbb voltunk, és vagy azonnal egy teljes kapitulálásra való felszólítás, hadüzenet, becsatolva az elmúlt 500 év, vagy az elmúlt 800 év, Gripen, nem lehet Dunai flotta, és azonnal az támadunk. Azonnal nem lehet puha az elején, mert ugye így kezdett, hogy így nyilván van. Véletlen. Visszavonást kérünk, banánszállítmányt kérünk, hajlandóak vagyunk egyezkedni, ahogy most a görögök egyezkednek az Unióval, vagy teljes megsemmisítéssel támadunk. Tehát meg ki kell találni a stratégiát. Jó, nagyon mit jó. Mit akarsz elérni? De feltétlenül megadást használjunk ki, a kapitulálás szó helyett, nehogy félreértsék, a Gripen pilóták és katapulták. Igen. Ki közvetítse a hadüzenetet? Feri, ő a legnagyobb álmunk. Hát nem tudjuk, belizíjük. Hallod, de most én oda megyek, hát semmi tekintélyem nincsen. Körbe honnan tudod? Meg. Lehet, hogy a belizeknél szent vagy. Mondjuk az is lett visszatért, érten. Igen. Visszatért az Isten. Tudod. Mi van, ha becsatolunk egy videóüzenetet? Fuck off! Legyen egy ilyen. Írj egy hallgat, az jó, hogy a hadüzenetek a szövegét, csatoljunk egy videóüzenetet, és Pákóval mondassuk föl angolul, aha, hogyha nem veszitek jó le a logót, ha használtok el, megtámadunk benneteket. Vagy mondjuk el, mondassuk el vele magyarul, hogy teljesen összezavarik őket. Ez érdekes. Aha. Egy magyarul de beszélünk. De várjad, ez Közép-Amerika. Igen, és aláírja, feliratozzuk angolba. Vagy elküldjük, megkérdezünk, jöjjön be és Pákóval felmondatunk angolul egy videóüzenetet. Hogyha nem hagyjátok abba a logó használatát, figyelj, és nem küldtök banánszállítmányt és cukorszállítmányt, megtámadunk meneteket, nem, banán és pálko, az nem, nekem az nem tetszik, az nem egy olyan szimpatikus, az áthalásos. De nincs, nem banán dobálunk a Pákónak, és ő összeszedegeti, nem így ilyen, mint a foci meccseken, hanem kérünk tőlük banánt és cukrot. Az nem jó, ha Pákó kérje a nem, az nem, annyira nem, mert még, na mindegy, hagyjuk. De nem, hát de ő a mi rovatunk, használhatjuk. Nem. Hát a banánt és cukrot most a dohány termesztenének, Pákot dohányt, most a banánt, akkor banánt kérünk. Közép-Amerika. Hát ez... Igen. Egy jó latinost kell találnunk. Bőn bácsi sajnos már nincs köztünk, tehát ő már nem, meddig ő volt a legjobb latinos az országban. Igen. Timeo Danielos en Donna Ferentes, ugye? Ahogy mondta Bőn bácsi. El van vetve. De ki van még itt olyan latinos? Mondjuk a Csordás Tibi Hex Fiesta. Jó, akkor legyen egy Csordás Tibi videóklip, legyen a Pákó hadüzenete, és álljunk mi ott hárman. Ez nem lenne jó a Pákótól? Belájkolom őket, kitagadtok, kérdezik. Hát egy kicsit rosszul esik. Azért, hogy oda is. Nagyon sokan, ne vigyük azért fel a látogatottságot, tehát most 896-an kedvelik őket, azért olyan nagyon sokan. Vagy menjen rá mindenki. Csináljuk már meg nekik. Oké. Menjen rá mindenki. Belize Morning Show, hogy beütitek Belize Morning Show Facebook oldalra, megtaláljátok meg a Google-ba, és kezdjétek el lájkolni. Meg is vagyunk. Na. Megvan a sztori. Fel kell hoznunk őket, de tényleg nagyon komolyan. Igen. Like számukkal. Utána megy a levél. Amikor már elhiszik magukról, hogy mennyire megy a műsor, és utána menne a levél. Amennyiben. Jó. Amennyiben. Elszipkázok előlük a hallgatókat. Most 896-an vannak. Tönkre tesszük a rádiót. Akkor 3-4 napig lájkoljátok őket. Adjunk időt ezen a héten, nézzük meg, hogy mennyire tudjuk feltornázni a Belize Morning Show-t. Jó? Már 954. Jó? 10%. Do you want war? Kérdezi van. Háborút akartok? Hungarian Morning Show is the best? Látok. Na. Lehet, hogy gond lesz. Mi? Miért? Lehet, gondoltam a Belize sztorival kapcsolatban. Most, több is van. Megírta itt a kedves hallgatónk, hogy 18,6% volt a múlt héten a kedvelések száma, most jelenleg 4054,5%. hogy ezzel csak az egyetlen baj, hogy nehogy a fejükbe szálljon a dicsőség. Nehogy a fejükbe szálljon a dicsőség, de tisztázzuk, hogy melyik Belize Morning Show-t kell most megtámadni, mert hogy több is van. Vagy hát legalábbis mindenkit fel tudunk hozni. Mindenkit fel tudunk hozni, csak nem
nem szeretnénk, hogy, hogy a szőnyegbombázásunk esetleg ne érjen teljesen célt, és két részre szakadjon. Ezért azt keressétek, akik Sugar City Morning Show-nak hívják saját így magukat, van. Mert hogy ők nyúlták le a logónkat. Hogy ők most ugyanaz-e a csapat, vagy ugyanaz a csapat, mint akik egyébként csak Morning Show belízként vannak a Facebook oldalon, nem tudjuk, minden esetre a Sugar City Morning Show-t szórjátok meg, ezt üssétek be, vagy keressétek a Facebookon, hogy Sugar City Morning Show, és ők azok, akiknek egyébként 1100-ról a kedvelésük már 2800-ra ugrott pillanatokon belül, de közben nem, már 3024, de közben hallgatóink a sima belízi Morning Show-t is elkezdték megszórni, őket egyelőre ne bántsátok. Mert vagyunk 300 000-en. Sugar City Morning Show-t kedvejétek. Tehát vagyunk 300 000, és meg tudjuk csinálni azt, hogy az összes belízi médiummal elhitetjük azt, hogy irgalmatlan jók lettek minden különösebb átmenet nélkül, és utána pedig kirántjuk alóluk a szőnyeget. De hogy mi csak a Sugar City Morning Show-t szeretnénk egy picit megfenyíteni. A Sugar City Morning Show oldalára fölmentek, ott nem látjátok a logónkat, amikor ők videókat mutatnak, vagy bejátszásokat adnak, akkor teszik föl a logót a képekre, és mint felirat, mint inzert úgy használják, ott azonban teljesen egyértelműen, ezt mi becsatoltuk a Facebook oldalunkra, tehát meg tudjátok nézni. Nagyon fontos, Sugar City Morning Show Belize Facebook, ezt üssétek be a Google-ba, és megtaláljátok őket. 3024-en vannak, reggel még 1000 valamennyien voltak, úgyhogy elindul, és már 3300, és megy az üzengetés. Gyémánt és Monka is fönt van, Barocsi István. És nagyon jó, aki belájkolt, az a régi képek alá is írogat, és lájkolják a régi képeiket. Zseni. Így van. Igen, minden Sugar City-ben működő cég náluk fog hirdetni, ha meglátják a like mennyiséget. Na. Multimilliómosok lesznek. Olvasom ezt már a kinti belízi Sugar City Morning Show Facebook oldalán egyébként, és csak magyar nevek, azonnal rengeteg megtekintés. Ők ma reggel bemennek, még alszanak szerintem, hiszen ott én éjjel 3 óra lett. Nem fogják elhinni, hogy hogy lettek 1000-ből már mindjárt 4000-en. Jó? Úgyhogy Sugar City Morning Show, kicsit még, már 3600, kicsit még kedvelgetjük őket, és utána megy a levél. A teljes Gripen arzenállal, Dunai flottával, felszólítással és a logóról való lemondatással egyértelműen. Mindenképpen meg kell néznünk, hogy hogy áll most a belízi dollár. Nyilván szerintem nagyobb mozgás van, mint Görögországban. Ott most nagyobb mozgás van. Azt most hirtelen nem értik. Mi történt? Mi történt? Úgyhogy... Figyelj, ha felhozzuk egyébként őket úgy, anyagilag is, mert hogy az összes belízi cég őket fogja támogatni, akkor abból is csúran cseppelt valami. Tehát 10% jöhet, hát mi? Nem. Igen. Ma onnan is kérjünk majd egy kicsit. Persze, rámegyünk a merchandisingunkra, mindenre. Most először felhozzuk őket, és utána szépen elkezdjük megsemmisíteni a rádiójukat. Megy az arról, befenyegető levél. Hihetetlenek vagyunk. Fotókat küldünk. Végre Donald Trump volt, Soros Györgyöt játszhatunk. Azt cserélünk, takarunk. Igen. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Mi újság a Sugar City Morning Show-val? Hát, hogy állunk? Jelen pillanatban. Leadták-e már a forgalmit? Visszaadták-e már a logónkat? Mit szóltak a linkekhez, amiket kaptak? Hogy állunk? Nézzük a puszta tényeket. Először is. Az elmúlt 24 órában 7143 új kedvelés történt az ő oldalukon, ami azt jelenti, hogy 64.836,4%-os emelkedés van a korábbiakhoz képest. Nagyon érdekes a dolog, mert hogy ugye most jelenleg 7293-an kedvelik az oldalt, ebből 7143 az új kedvelés. Ez azért fura, mert hogy több mint 800-an voltak már fönt akkor, amikor mi elkezdtünk a témáról beszélni. Következésképpen vagy 700-an annyira betoltak, valószínűleg hogy elmenekültek. Az idegen nyelvük számukra értelmezhetetlen, de nagyon fenyegetőnek tűnő üzenetektől, hogy ők már unlike-olták, dislike-olták az oldalt. És eltűntek, igen. A régiek közül. Ugye kiderült, egy hallgatónk elküldte, hogy az is érdekes egyébként, hogy ő ezt hogy találta meg. Tehát igen. Az nagyon keménynek kell lenni, hogy egy belízi rádió, egy közép-amerikai rádiónál te megtalált, hogy használják a logónkat. És tegnap is többen kérdezték a újságírók, hogy most jogi útra tereljük el a dolgot, mit sem, semmit, rögünk az egészen. Viszont totális támadást indítottunk a Sugar City Morning Show Facebook Nem így terveztük, de hallgatói megelőztek bennünket. És arra kértük őket, hogy lájkolják az oldalt először, aztán majd mi elküldjük az írásos felszólítást, hogy vagy hadüzenet, totális letámadás és cukorrád ültetvények lefoglalása és banánszállítmányok, hát hogy is mondjam, enystandolása vár rájuk, vagy visszaadják a logót.
Na most hallgatóink megelőztek, mert hogy nem, hogy megfenyegették őket tulajdonképpen, hanem felszólították őket, hogy adják vissza a logót, ne használják magyarul, angolul, képeket küldtek, linkeket küldtek, fotókat, és lefektették a Belizi rádiót. Nem, nincs már mit csinálnunk, hallgatóink helyettünk megoldották. Egy olyan blitzkrieget toltak, egy olyan villámháborút, hogy mi még a hadüzenetet sem küldtük el, amire hallgatóink már befejezték a háborút. Tehát letarolták az egész országot, nem a csak Belizi netet gyakorlatilag letarolták. És a rádióban valószínűleg most mindenki retteg a további következményektől. De valahogy nekünk ezzel a sztorival sikerült felébresztenünk mindenféle emlékeket a múltból, kalandozásoknak, korát, stb., amikor még tőlünk rettegett Európa, és a hallgatóink bebizonyították, hogy ki a magyar, ki a tökös. Mindent belinkeltek, tehát berakták a pákó képét, hogy mind meg fogtok halni. Beraktak a macskajajból, berakták azt, hogy Feri, milyen jó színed van. Beraktak fegyveres képeket, aztán beraktak oltásos képeket. Na most pofázzál, Jóska, gyerek, egy nénit egy bézborítővel. More ebből baj lesz. More ebből baj lesz. Beraktak egy dobozos sört. Berakta kerti fitness képeket, triceps ásás, alkar, sarló, mell, olló, hátvál, kapa. De mindent, amit értek, azt belinkeltek. Ha Morning Show-t csinálsz, nem vetted a logókat. Ugye csináltak óriás plakátokat is, igen. Morning Show-t csinálsz, nem vetted el a logónkat. Igen. Még egy ilyen, és téged hívlak a szökőkúthoz, berakták ugye a srác képét. Jönnek a Gripenek, két srác fut, két magára húzott vadászgéppel, pilóta sisakban. Pákot félmeztelenül, motorom, mind meg fogtok halni felkiáltással. És elküldte nekünk tegnap egy hallgató, hogy ő beírta nekik, hogy bejelölte a Belizi oldalt, és írt rájuk, hogy ők lenyúlták a logót, mire két perc rá visszaküldték, hogy oké, hatott a fenyegetés, ők leveszik a logót természetesen, és ez senkire nem tartozik, tehát hogy ne nagyon mondja azért ez. Másnak ez az ő ügyük, meg fogják oldani, és nem tartozik, ez nem tartozik senkire. Fut a gyáva. Tehát megoldották helyettünk a dolgot, igazából. Most mi akkor el is írunk levelet? Hát figyelj, ezután nem érzem. Hogy sziasztok, mi vagyunk? Hát már tudják, hogy kik vagyunk egyébként. Aha. Sőt, mi több kaptunk ígéretet, hogy a logót is leveszik. Nem, mintha baj lenne, hogy ők használnák. Tehát hogy egyébként nyugodtan használják, nem vagyunk logóirigyek. Az egész részünkről egy gag. Inkább jól szórakozunk azon, hogy ezt ők így lenyúlták. Tehát nincs ezzel jó, baj. De hát nincs azért valami jóvá tétel, nem? Hát mit tudom én, egy másfél-két tonna banán. Vagy valami érted, egy kis nátszukor. Megrohad? Aha. Hát akkor küldjék el éretlenül is, mire ide ér, pont jó lesz. Berakjuk itt egy banánérlelőbe, meg kis etilengázzal lefújjuk a banánt, ahogy csinálják itt van, és aztán megérik. Jó összekapcsolódás, csereüdültetés, ott esetleg nekünk egy apartman. Igen, valaki azt írja, hogy nem ellopták a logót, csak belízingelték. Nagyon jó. Igen, egy kicsit belízingelték a logónkat, nincs ezzel baj. Jó, akkor ezt most megoldottnak tekintjük? Ezt igen. Vége van a dolognak? Nem indulunk, vagy nem indítunk totális támadást? Igen, mert a tegnapi napon, hogy elindítottuk ezt a sztorit, akkor szépen fölépült, hogy először csak lájkolják, tehát a hallgatók, szeressék meg az oldalt, és ők ugye nagyon büszkén ott fognak állni, és utána jön a csapás. Igen, erre mindenki egyenként belinkelt képekkel, fotókkal, egyéni támadást indított a beliziek ellen. Köszönjük egyébként, hogy nem is kellett benneteket harcba szólítani, de már megindult a totális háború és letámadás. Viszont így okafogyottá vált levelünk, és nincs nagyon miért megírni. Mert megígérték, hogy nem használják tovább a logót. Nekem nagyon szimpatikus ez a tökösség, és szerintem felvet egy olyan lehetőséget, hogy újra megmutathassuk a világnak, hogy kik vagyunk mi magyarok. Megnéztem, és azt mondja, hogy Belize jelenleg, legalábbis a Wiki szerint, mondjuk, hogy a 181. legnépesebb ország a világban, a maga 300 000 a kis 358.899 lakosával, ez 2014. Kevesebben szeptember 20-e. Mint amennyien lájkolnak bennünket a Facebookon. Igen. Kb. Jó. Kb. És azért ott azért van még 70 országocska, akik, vagy ahol még kevesebben élnek, mint náluk. Tehát ha esetleg betámadnánk valamilyen okból kifolyólag Abháziát, megnézted 240 ezeren vannak. Szerintem letérdelhetnénk őket is, vagy letérdeltethetnénk őket is. És ha mind a 70-et meg akarod szerezni? Tehát mind a 70 kisebb országot? Hát nem. És akkor a világbirodalom az úgy néz neki, hogy itt egy 300 ezer magyar, ott egy 200 ezer. Így van. És ott van még érted Szamoa, ott van még Hegyi Karabach, ott van még Grenada, Tonga. Érted? Egy csomó lehetőség.
Igen. Érdekes, mert azt írták sok hallgatónk, hogy maga a Facebook oldal már elég régóta nekik nem annyira aktív. Tehát nem működik. Viszont csodálkozó. Ezek után már, nem is. 900 lájkoló van. Viszont a YouTube-ra ők feltöltik az adásaikat. Tehát azt kell megnéznünk, hogy ha majd a mai adást feltöltik, akkor ma még kint lesz-e a logó az inzerteken, a feliratokon. Ott lesz-e a logó. Mert hogy ők minden adást egyébként azonnal töltenek a YouTube-ra is. Tehát keressetek rá majd a mai Morning Show-ra Belizben, és nézzük meg, hogy a feliratokon rajta van-e a logó, mert hogy ott használták ők a logót. És vajon az adásban bármiféle szintű említése lesz ennek az ügynek? Tehát mondjuk úgy kezdődik a műsor, hogy lapítaná. Sorry Hungary. Na, jó, azért a levelet írjuk meg, nézzük meg, hogy jó. Mi lesz belőle. Írjunk nekik egy levelet, hogy nincs harag, örülünk, hogy ti is a logónkra akadtatok. Nem jó, is kell, hogy levegyetek. Nehogy csak... bocsánatot. Nem, csak egy ilyen barátkozós e-mail, tehát hát a gyerekek, Beliz gyönyörű hely. Csak azért, hogy három darab repülőjegy megérkezik így vidáman, hogy várnak bennünket egy ilyen gyárlátogatásra, és nézzük meg, hogy hogy készül ott az ottani műsor, azért akkor kiugrunk. Mexikó a határosak, tehát ez szép, vagy Mexikó mellett annak, szép helyben ez nagyon. Frissen kevert gyöngyöző pohárban a piña colladák. Hát, ha piña van, akkor menjünk. A belizinők. A belizinők szépek? Azt nem tudom, nem voltam még. Hát, ha a műsorvezetőkben indulunk ki, akkor... Nekik 6-tól 11-ig megy a műsoruk, ami az jelenti, hogy nem tudunk velük összekapcsolódni az időeltolódás miatt, mert hogy ott most éjjel 2 óra van. Senki nincs bent, senki nem beszél velünk. Gondoltunk arra, hogy egyébként kapcsolódjunk össze velük is, beszélj meg élőadásban, de nálunk a Csabi van délután, mire ők egyébként adásba kerülnek. Mert ők ottani idő szerint reggel csinálják ugye a rádió műsort. Na, ennek ellenére azért írhatunk nekik egy levelet. Nem? Hát igen, igen. Meg megírhatjuk. Na mondjuk az a baj, hogy egy picit azért beleértem magam, hogy elképzeltem, hogy bemutatják nekünk a középső ujjukat, azt mondják, hogy vegyük el, ha akarjuk, az az ő logójuk, és hogy egyébként egy óceán választ el minket, és már elképzeltem, hogy megjelennek majd a belizi légtérben a magyar Mi-24-esek, és majd a mondjuk Wagnerre leszőnyek bombázzuk őket, vagy valami. Volt vagy... idő, amikor mi hadat üzentünk az Egyesült Államoknak, tehát picik vagyunk, de ugráltunk már sokszor a világ történelem, mert volt ilyen, hogy ugye azt mondtuk, hogy akkor jó, hát akkor most hadat üzenünk az Amerikai Egyesült Államoknak. Nézzük meg a levelet, vagy mondjuk azt, hogy vonuljanak vissza seregeink, és diszlájkolja mindenki az oldalt, hagyjuk ott őket? Á, ne. Nézzük meg, hogy milyen, amikor visszavonulót fújunk, és megkérjük seregeinket, hogy távozzanak az oldalról? Nézzünk egy ilyet. Hát igen, de abban mi a figyelmeztetés? Tehát te vagy a Belizi Rádiós tulajdonosa, igen? Vagy a műsorvezetője, egyik nap fölment 8000-re, és másik nap meg visszamegy megint 700-ra. Hát, és eddig sem volt. Vagy akkor a levélben zsaroljuk meg őket keményen, hogy ha meg akarjátok tartani ezt a 7000 embert, amiről akkor tegnap beszéltünk. Aha. Mert kíváncsi lennék, hogyha most mindenki visszavonulót fúj, akkor mennyire tudunk visszajönni. Ott marad-e néhány portyázó magyar sereg, hátrafelé nyilazva, vagy a 7600-ból 7000 visszavonul, mert kiadtuk a parancsot, hogy visszavonulás. Na most csak mondom, hogy az a tapasztalatunk, hogy hogy biztos, hogy maradnak, hogy portyázó magyar seregek, mert nem igazán vagyunk nagyon komoly vezérei ennek a seregnek, hiszen gyakorlatilag azt csinál, amit a tehát, hogy igen, picit, tehát hogy ha magyar történelemből indulunk ki, volt már olyan, hogy keresztes hadjárat, hogy gyűjtöttek embereket, aztán Dózsa Györgyféle paraszt felkelés lett belőle a végén, mert hogy igazából nem tudták kielégíteni a vérszomját azoknak a hadaknak. Most érted, itt van, fegyverbe szólítottál egy fél nemzetet. 300 000 magyar honfitársunkat, a Morning Show hallgatóit. Most ezek után kell nekik valami. Jó, akkor most hívjuk vissza őket. Nézzük meg, hogy 10 óráig a 7000 portyázó magyarból mennyi jön vissza a nyájhoz. A seregéhez. Mi legyen a visszavonulás? Milyen legyen effekt? A jel? Mi legyen? Egy tarzanüvöltés? Az áthalásos, nem? Az nem jó. Ha valami trombita. Nincs valami, de hogy nem. Biztos van valahol egy régi dáridos felvétel a Lagdi Lajcsi trombita. Nincs nagyon trombita. Na, akkor legyen mondjuk, legyen ez a visszavonulás, jó? Most. De Tarzan ilyenkor támadott. Mi most visszavonulunk? Most visszatámadunk. Ja, jó. Visszatámadunk. Drága hallgatóink, ti, a mi kis seregünk, vonuljatok vissza. Hagyjátok ott a Belizi Rádió Facebook oldalát, nézzük meg, hogy hány magyar katonát tudunk visszahívni seregeinkbe. Visszavonulás, jó? Jó. Nézzük meg, hogy hányan tudtok most visszajönni a csatatérről. Menjen vagyunk? 7000? Azt mondja, hogy mondom, egészen pontos adat. 7215. Nálam 7314. Nem, igen? Már 7178. Elkezdtünk csökkenni. Megindult a visszavonulás. Jó, akkor most dislike. Jó, rugalmas elszakadás, jó?
Gyertek vissza. Taktikai visszavonulás természetesen. Bármikor a máskor újra hadba szállunk ellenük. Nem üzengetünk, nem köszönünk el, nem írjuk meg, hogy visszavonulunk. Álljanak ott értetlenül, hogy hova tűnt 7000 ember. Aha. Jó? Mire bemennek reggel, azt mondják, hogy gyere. Kiadtuk a parancsot. Megint 300-an vagyunk mindkét nap. Ha csökkenünk, 6853. Nagyon jó, nagyon jó. A sereg érti, hogy mit akar a vezér, és mindenki visszavonul. Igazi profik akkor vagyunk, ha azt a 300-at is visszavonjuk, ami volt nekik. Tényleg. És nullára hozzuk őket. Csak mondom egyébként, hogy folyamatosan csökken, 1159,1% mínusz már. Visszavonulás. A kedvelés vissza. Ez a vissza, jó? Jó, na ez már jó. Erre kell visszavonulás! Jó, elindult a visszavonulás. Nagyon jó. Mindenki diszlájkolja az oldalt. Ha? Most kopogtatnak be egyébként a Zuckerberghez. Főnök, van itt valami. Valami, amit rohadtul nem értünk. Hirtelen felmennek 2000. Egy kis anomália. Hirtelen felmennek 2000, aztán visszavonulnak. Hagyjuk itt most őket. Ott kell őket hagyni. Ott kell őket hagyni. Nagyon jó. Lehet ilyen még visszatérek. Lehet egy-egy terminátoros mondat, de semmi ideológiai magyarázkodás. Semmi, hogy most visszatérünk azért, mert nem kell, ne lőjétek el. Búcsúzzatok el egy mondatban, és vonuljatok vissza. Jó? Nagyon köszönjetek el tőlük. Egy nagy klasszikussal, ahogy papa a Terminátor 5-ben elmondta, hogy visszatérek, úgy, de utáltam. És hagyjuk ott a Belizi Morning Show oldalt. Nézzük meg. Illetve ma megnézzük a YouTube-ra felrakott adást, hogy mit csinálnak a logóval. Mennyien vagyunk? Most már értenek a szóból, így van. Lejött 1500 ember? Ennyi. És az összes többi hallgatók is mind jön le folyamatosan. Mondjuk azért el tudjátok képzelni. Ül az IT is ott most, és így nézi a Facebook oldalát, hirtelen nem. Mi rosszat csináltunk? Próbálja meg. Mi volt az előző adásban? Mit csináltunk mi, hogy hirtelen itt hagyott minket 1500 ember? Mondjuk az is azért tipikus, hogy nem jön le egyszerre az összes ember, akit megkértünk, hanem egy szépen lassan. Tehát, hogy nézzük már, vagy hogy képzeljük magunk elé, hogy ostromolsz egy várat, körbeveszik a seregek, és akkor oké, visszavonulunk. Én még nem. Én itt maradok. Én tovább ostromlom várat. Szóval egy picit azért... Jönnek, már 5900-an vagyunk. Szépen szállítózunk vissza. Hát jó, még egy-két portyázó seregot még azért leváltanak. Persze, most így nem fogjuk eltiporni az egótokat. Csináltok, amit akartak, de azért szépen lassan gyertek már haza. Szépen gyertek vissza. Jó? Van néhány hallgatónk, aki ezzel nem ért egyet, és máshogy gondolja, de muszáj. Tehát honvédelmi miniszterünk kiadta a parancsot, erre a miniszter ámen mondott, úgyhogy egyszerűen vissza kell vonulni. De nem lehet, hogy egyszerűen csak az 5376 ember, aki még eddig nem hagyta el az oldalt, ők utóvédharcokat folytatnak, és fedezik a többieket, akik fedezik már a visszavonulókat, igen. Vonuljanak vissza a gyávák, én azt mondom, támadás! Írják, hallgatunk. Bali, a sereg már itthon van, csak az a 4000 technikai nem tudta ilyen gyorsan szétcsavarozni a sátrakat, meg elmozdulni a csetreszt. Az is igaz. Ati küldte neki. Mossák a gulyáságyukat, igen, és pakolnak össze a markotányos nők. Igen. Néhány portyázó sereget hátra kéne hagyni, a teljes összezavarás véget, és teljesen értelmetlen üzeneteket írni angolul. Le lehetne például nekik írni, hogy nagyon jó a fenekük. Írta nekünk egy hallgató. Pont a legjobb része jön az ostromnak, és vonuljunk vissza, én maradok még egy kicsit fosztogatni. Majd aztán megyek utánatok. Csá, egy ostromló. Egy nyert háború után nem szabad visszavonulni, gyarmatosítani kell, vagy legalább fogadjuk örökbe őket. Kisderes küldte nekünk. Azt mondja, hogy kémeket nem hagytok, vagy beszivárgó terminátorokat, mindenkit hazahívtok? Kérdezi egy hallgató. Egyébként megnéztem a tegnapi adásukat YouTube-on, szenzációs, mert hogy oda is beírogattak már magyarok. Nagyon jó. Megtaláltam arra a 7. a 6. vagy 7. adást, 6. adást, és már ott is megvan. Oké, jó az adás, de akkor is logótolvajok vagytok. Írták nekik angolul. Ma itt kell megnézni. Ma szerintem olyan délben, vagy egy körül kezdenek majd. Megnézzük, hogy ott van-e a logó. A következő legyen a Kárász Robi, akivel ezt megcsinálhat. Nagyon jó ötlet. A like növelés és vissza. Így van, és utána pedig vissza. És aztán vissza. És tőle mit kérünk? Semmit. Vele is elhitetjük, hogy szupersztár, és utána pedig eltűnünk az oldalról. Mert csak a Beliziektől tudunk banánt kérni, de a Kárásztól... Hát... Nem kérünk tőle semmit, csak hogy egyszer mosolyogjon. Vagy két hét fizetés nélkülére menjen már. Igen, menjen már olyan, mint egy citrombarapot. Tábornokaim, elindultam haza. A Sebestyén Hasziennel találkozunk. Papec kapitány írta ezt nekünk. Gyors jelentés a miniszterektől, mennyien vagyunk. Hogy azt mondja, halad a visszavonulás, hogy... kérem jelentsen. Kérlek szépen, illetve kegyelmes uram, jelentem alásad. Hogy halad a visszavonulás? Ebben a pillanatban azt mondja, hogy 5376. Már 211. Magyarázatot kérek a lassú visszavonulásra. Mi történt? A seregnél nincs mindenütt net. Ha a lovakat fel kell nyergelni, az időbe telik. Valami elindult itt. Ilyen nálam. A Sugar City Morning Show YouTube-ba. Tegnap YouTube adása. Érdemes megnézni a görbét, ami a like számokat mutatja, ugye, meredek el lefele.
Egy óriási letörés van benne. Valaki csak annyit itt. Megtaláltuk a banánföldet, maradunk. Nem, ha valaki nem engedelmeskedik, akkor rá úgy fogunk tekinteni, mint aki dezertált. Nem? Így van. Rájuk szörnyű valóság vár itt, ha egyszer megtaláljuk őket. Így van. Egy hónapig a Juventus kell hallgatni. Hát ennyire szörnyű valóságra nem gondoltam, de akkor legyen ez az igazi, hogy lehetek ennyire kegyetlen. Nem gondoltam, hogy ilyen kemény vagy. De akkor legyen ez így. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.